Üdvözöljük a Hold After Hoursben! ben Ez az a műsor, ahol Balási Zsolt és Szabó Balás beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szabó Balázs és Balási Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célra készült. Befektetési döntések alapjául nem kíván Szolgálni. A Hold ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben. Na, hát üdvözlünk mindenkit. Jó reggel, sziasztok. Sziasztok. Dávid is velünk van. Figyelj, Dávid, te tudod, az a Squid Game? Tudom. Nem láttad is, vagy mi? Nem, nem láttam. Azért annyira nem süllyed. Jó, én, a, de, én azt hiszem, hogy ez egy ilyen új marker. Tehát az, hogy aki, mintha kigyúrod magad, és kopaszanyírod a, a fejedet, akkor az egy markerje, hogy te hol, hol helyezkedsz el a társadalomban. És ha valaki végignézi a Squid Game-et, azt hiszem, az is egy markerje. De azt hittem, Dávid, hogy te abba a, a, a sajnáljuk a lecsúszottakat... Kazdba tartozom. Igen, igen. Belepasszolnál. Egyébként gondolkoztam rajta, hogy elkezdem megnézni, de aztán, aztán, nem. Aztán azt mondtad, hogy aki, aki Squid game re adja a fejét, az annyit is ér, nem? Egyébként nem. Én nekem nincs markáns vagy erős véleményem ezzel kapcsolatban, de valamiért nem kezdtem elnézni. Vagy lehet, hogy elkezdem. Na figyeljetek, mert, mert, én beszélgettem valakivel, akinek szintén markás és erős véleménye szokott lenni ilyen, ilyen társadalmi kérdésekkel kapcsolatban, és ő is mindig nyafok, hogy jaj, szegények, akik Squid Game-re mennek. De azt mondta, hogy ez egy nagy hülyeség, ez a Squid Game. Mert, és ezt úgy fogalmazta meg, amit én is szoktam mondani, de ez jól megfogja a lényegét, hogy a, ezek az emberek a társadalmi-gazdasági problémából csináltak egy pszichológiait, mert hogy ugye hát eleve az, aki úgy érzi, hogy semmi értelme az életének, és akkor el kell menni egy nulla esélyű sweet game-re játszani, annak nyilván pszichológiai problémája van, nem társadalmi gazdasági, pán a világ egyik legjobb országában, Délkorában. Á, Zsolt, akkor rájöttél, hogy ez egy üzenet ennek a sorozatnak. Tudod, akinek társadalmilag ilyen nagy problémái vannak, azoknak vannak pszichológiai problémái is. Na de. De fordítva? Összefügg. Fordítva. Tehát az, hogy ezek a squid meg a valódi propaganda, az generálja ezeket a pszichológiai problémákat. Érted? Tehát onnantól kezdve ez pszichológiai problémád, hogy például azt mondják neked, hogy nem te tehetsz a problémáidról, hanem a, mit tudom én, a felső egy százalék, és akkor elkezded utálni őket. Na hát ez, ha valami, ez, 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 pszichológiai problémát generál. Nem, Zsolt, tudod, az van, hogy nem csak a hedge fund stresszes az élete, hanem a szegény embereknek is, mert nekik meg be kell osztaniuk a pénzüket, meg félnek attól, hogy hogy tudják megoldani a pénzügyi problémáikat. Meg az embernek vannak ezek a pszichés védelmi mechanizmusaik, ezek nekünk is vannak, és mindig ki kell találjunk valamit, hogy a mások okolása az csak egy dolog, de hát itt millió módon tudjuk torzítani a valóságot. Ez így van csak... És ez, amit mi pszichés integritásunk szempontjából, ez egy fontos dolog. Nyilván ez el tud menni nagyon extrém irányba, és talán a, a Zsolt erről beszél, hogy az se jó, meg akkor annak vannak mindenféle rossz hatásai, de alapvetően ez egy ilyen személyiségvédő mechanizmus. Csak Dávid, egy olyan, amit jobb kikapcsolni. Tehát érted, hogy... Tehát, hogy nem ér... lehet kikapcsolni. Ez nem igaz, hogy nem lehet. Na, no, hát ez a, most itt épp most kapcsolom ki. De tehát itt épp pont, mond... pont bekapcsolod. Te Akkor félreérted. Félreérted. nem, akar, nem akarnék ki robottá változni. De, te, a... nyertesként azt próbálod hangsúlyozni, hogy te magad vagy a felelős azért, hogy te a nyertes oldalon állsz, pedig a lófasz nincs szabad akarat, ahogy ezt megbeszéltük korábban. Az hagyjál, hogy megbeszéltük korábban, de most ebben a részben majd be fogunk vágni egy abból a beszélgetésből, Dávid, és, Aha. és hétfőn meg kirakjuk azt a különkiadást, ahol Dávid, meg én beszélgetünk egy filozófusra, majd ott felvezetem. Na szóval, és Balázs a másik, tehát amikor te éjszakkorát hoztad föl, tudod, az, egyik ember az azért küzdött ott a Squid Game-be, hogy legyen pénze, hogy a családját kimenekítse éjszakkorából, és akkor Balázs azt mondta, hogy na tessék, hát ő, ő, ő tehet róla, és Balázs basszus, tehát az, hogy ebben még nem kötöttem bele, nem, nem tudom, mi, mi történt velem, tehát mi van, Fogod magad, és éjszakkora a problémáját, mert ugye ez az a problémája, hogy onnan el akarnak menekülni az emberek, azt is a kapitalizmus nyakába varrott, holott pont arról van szó, hogy a, az a kapitalizmus hiányának a problémája, hiszen északkorában nincs kapitalizmus, nincs globalizáció, nincs liberális demokrácia, és basszus, ezt is hozzávágod a felső 1%-hoz, mintha a felső 1%-nak kéne megoldani a világ összes problémáját, még éjszakkorában. Most olyanokat adsz a számba, amik nem hangzottak el. Én csak azt mondom, hogy te folyamatosan azt mondod, hogy a saját felelősségükre jutottak el ide a játékba, és lett volna más lehetőség, csak hát rosszul döntöttek az életben ezek a hülyék. Ugye? Tehát rossz pénzügyi döntést hoztak, felvettek hitelt, stb. Én csak mondtam, hogy ebbe a játékban van olyan lány, aki éjszakkorából akarja kimenekíteni a családját, szóval ez egyáltalán nem igaz. De egyébként Zsolt, amit mondasz, abból az következik, hogy menjenek el ezek az emberek pszichológushoz, mert hogy pszichés problémáik vannak, és talán ők tudnak segíteni rajtuk, vagy valamit talán el tudnak érni, de hát nincs pénzük elmenni pszichológushoz. Hogyan oldanád ezt meg? Állami pszichológus. Mindenkinek állami pszichológus. Te, ez a megoldás. Így van. Zsolt, küldeni fog neked a Atlantikból cikket, ami azt írja le, hogy a fekete, egyedülálló anyukáknak mennyire stresszes az életük, és valójában nekik az egyik legstresszesebb, hogyha így választani kell egy csoportot. Sokszor elhagyják őket, és sokszor, és sokszor nincs pénzük arra, hogy eltartsák magukat és a gyerekeiket. Ez egy nagyon, nagyon rossz dolog, és hidd el, hogy ez is okoz pszichológiai, meg, meg stressz problémákat. Jó, azt tudod, a fekete egyedülálló anyukának alapvetően sem ezzel, mint a fehér egyedülálló anyukának. A különbség az, hogy egyik az iskolázattabb esetleg is ezért. Nem, könnyelen. nem, nem. Például olyan is van, hogy bezárják börtönbe a férjüket, mert hogy valahogy a fekákat jobban zárják a börtönbe. De az... az... Na jó, ebben most nem Jó, hogy itt vagy, Dávid, így <síns> már ketten vagyunk. <síns> már, már kezdett a, a fehér férfi, mit tudom én, dominancia érvényesülni a podcastünkben. Na de, minden hallgatót megnyugtatok, tehát minden, minden, ilyen ügyesség, mondjuk, mint a Squid Game, az így hullámokban megjelenik a podcastunk, tehát a szépen elmúlik. Most szerintem ez egy ilyen három adáson keresztül levonuló hullámot hallottunk. Én szerintem most már Squid Game-et nem veszünk elő, ha csak nem jelennek, nem jelennek, meg valami Squid Game párt. Jó, hagyjuk, menjünk tovább, utazzunk át délkorából, vagy északkorából, vagy tudom is én, Nyíregyházára. Következő Facebook üzenetet küldte el nekem az egyik barátom, a házán hallottam csoportból. Oltatlan család keres tetőjavításhoz és teljes javításhoz plusz cseréppótlásokhoz, amennyiben csak lehet, szintén oltatlan ácsot. Új, ne engem kövezetek meg, az oltatlan kömüvesek kifejezetten oltatlan ácshoz ragaszkodnak. Ez az egész esküszöm agyré már lassan, de nem akarom, hogy elmenjen a kömüves is. Úgy hallom, hogy akkor most meg lehet a vidékekkel foglalkozni. Egyébként volt egy csoportársa az egyetem, úgy hívták, hogy nyíregy van az a beceneve, és arról lehetett hát megismerni, hogy amikor az ember ment az első órára, de lehet, hogy csak a második órára a közgázra, hogy akkor jött ki a közgázpincéből. Tehát, hogy értitek, nem? De értjük. Egyébként itt az alapvető probléma az az, hogy az oltatlan ács, vagy köműves attól fél, hogy megfertőző csippel az oltatlan... Nem, szerintem nem. Mi? Szerintem, szerintem de... Szerintem nem. Szerintem összevesznek ezek. Tudja, hogy az meg itt fog engem cseszegetni, hogy ennyik már oltakozni. Én, én mert én ezt látom. Most például tegnap azért voltam bridge-elni, volt, felháborodottan egy bridge hogy őt nem engedik bridge csak azért, mert nem oltatja be magát. Hát mondom, ez van. Ugye ez egy extrém sorpostav, Lidgy, ezt még tudni kell. Négyen ülünk egy asztalnál, és az átlag életkor 65 év. Szóval, ha valami, akkor veszély áthodába, most már akkor az oltatlanok azok maradjanak otthon. De nekem és... van olyan távoli rokonom, aki fél azzal találkozni, aki be van oltva. Vámit ő nyilván nincs, igen. Mert hogy fél attól, hogy elkapja, nem tudom mit, de hogy valamit. Egyébként lehet, hogy van ez, de, de jobban elhiszem, amit a Zsolt mond, szóval sok, sok ilyen feszültséget látok én is, hogy bizonyos csoportok, akik, akik kényszerűségből vagy nem kényszerűségből össze vannak zárva, legyen az család vagy munkahely, ott ugye van az oltatlan meg a nem oltatlan tábor, és mindegyik hülyézze a másikat, vagy mindegyiknek van valami vitatkozni valója a másikkal. Igen, és, és, igazából, tehát nekem ez az izéz. Két nagy problémára is rávilágít az életben, legalábbis az én életemben. Az egyik az a demokrácia, a másik a PC. Szóval egyrészt a demokrácia, ahol az állam basszus, azért, mert azt csinálja, amit a választó akar, ezért nem azt csinálja, amit kéne neki, magyarul kötelező oltás, hanem azt csinálja, amitől azt hiszi, hogy nagyobb esélye vagy megválasztják, mit tudom, x év múlva és az az, hogy nincs kötelező oltás, mert az szül, hát egy, egy járványt is az szül, másrészt ugye ezeket a fölösleges vitákat társadalmon belül is ez szüli. A másik pedig, hát itt ebben a... Nincs helyesírási hiba ebben a izében. Tehát kicsit kételkedem, hogy ez a nyíregyháza hallottam csoportban jelent meg, de ebben nincs helyesírás. Sőt, 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 a kőműves nagybetűvel van írva, biztos azért, mert fél, hogy olvassa a kőműves. Pont, na, ez a píszín baja. Mert hát ez, én már pampogtam, hogy ez a modoros bénaság, hogy nagybetűvel írják azt, hogy ön, meg te, meg sőt, már hogyha az állásodat is nagybetűvel írják, hiszen rád hivatkozik. Na, szóval ezek ez egy... ez igazi vidékiek, nem? Nem, ezek nem vidékiek, ezek a budapesti modoros piszkosok. Na végre, izék na végre. Nem. Ezt itt, nincs, itt nincs megosztva a társadalom, itt mindenki. Azt mind. hittem pedig itt is megosztod. Itt, itt csak én és vagytok ti. Hát, így van megosztva a társadalom. Én, aki kisbetűvel írom az önt is, meg a te is, meg a köművest is, meg ti, akik nem. Jó, Oh, hát nincs könnyű dolga egyébként, Basz, tényleg ácsot találni az, az elég nehéz, és, és, és hogy még oltatlan is legyen. Dávid, megnyugtatlak. Tehát az ácsok kövűvesek körében az oltatlanság szerintem a nagyobb. Tehát, hogy az a, az a nagyobb réteg az oltatlan ács. Oké, okay, megnyugodtam. <laughs> már úgy volt, a elmész ácska. Ja, de nem, de be vagy oltva, hát Ennyit az ács karrierednek. Na figyelj, erre a hívta fel a figyelmet, és ez nagyon jó volt, és ha már itt a kötelező oltásnál tartunk, ugye Portugáliában, azt hiszem Terexen volt, igen, Terexen volt egy cikk, ami az a cím, hogy Portugáliában 98%-os az átoldottság, mégis úgy hordják a maszkot, mint a kisangyal, és igazából volt egy nagyon jó mondat benne, ott egy ilyen valódi tábornokra, vagy nem tudom, mire bízták ezt az egész COVID-elleni küzdelmet, aki tényleg kőkeményen az első oltás ellenes tüntetésre kiment, és nem azt mondta, tehát nem össze-vissza hazudozott számokról. Azt mondta, hogy gyerekek, két út áll előttünk, az egyik az oltottaké, a másik azoké, akik kivárnak a vakcinával. Az első úton is tizedelnek, ott egy mesterlövész minden 500 ezredik embert lő le. A másodikon minden 500-at. Melyik utat választjátok? Mert ugye mi van, és itt van egy portugál statisztikánk, itt egy román statisztikánk, ahol az a helyzet, hogy 100 ezer főre jutó halálesetek száma jelenleg, nem tudom, ez melyik hetekben készült ez a felmérés, oltatlanok közt 431 fő per 100 ezer, kétszer oltottak közt, 18 fő, háromszor oltottak közt, Kettő fő. Magyarul kétszázad annyian halnak meg arányosan a háromszor oltottak közül, mint az oltatlanok közül, valaki mégis oltatlan ácsot keresett, elképesztő. És ha ez nem szóltok hozzá, akkor ahhoz szóljátok hozzá, miért kell a Hold After hours román, meg portugál példákat hozogatnom, miért nem lehet Magyarországról is tudni, hogy hány oltat, meg oltatlan halt meg, meg miben, meg stb. Én ettől is ki vagyok. Én sok mindentől ki vagyok. Hát ettől én is ki vagyok, ez nincs mit hozzászólni. Jó lenne látni az adatokat pontosabban. Igen, Portugáliába ez az altábor nagy, ez pedig kiment az oltás ellenesek tüntetésére, és elkezdett velük ordibálni. Vagy szóval hát úgy kiosztotta őket rendesen. Ezt a litániát, amit az előbb mondtam, ezt ott, ott vágta a fejükhöz. Gyerekek, mit szeretnétek? Hányat lőjön, lőjünk le közületek? Portugália, az, ugye az olyan népszokás, tehát időnként jön egy katonai diktatúra, és lelő embereket. Szóval ott, ott, ott ugye lehet, hogy Ott tudják, hogyan kell ezt csinálni, igen. igen. hogy kell kommunikálni. Ami nem mondjátok a mögöttes okot, ami nekem a cikkből lejön, az inkább az, hogy Portugáliában még a 60-as, 70-es években is érezték azt a magukon a portugálok, hogyha nem oltják be magukat, akkor, akkor nagy bajok lehetnek, és lehet, hogy ez nyomja őket a felé, hogy hoppá, hoppá, hát ha egyszer láttuk már, hogy jó az oltás működik, akkor most 40 év után is. Magyarországon meg ezek a betegségek, azok már hamarabb voltak kezelve. Igen, hát itt a gyermekbénulásról beszélünk főleg. Egyébként nekem a, 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 a szüleimet, a, az én nagyszüleim a második világháború után, amikor az én szüleim kicsi gyerekek voltak, ezt leküldték vidékre. És azért küldték le vidékre, mert arra emlékeztek, hogy az első világháború után jött a spanyol ha Sokan, sokan meghaltak, és jobbnak látták Budapestről, a zsúfolt Budapestről valami kis vidéki helyre eldugni a gyerekeket, mert hogy hát, ha mindjárt itt a járvány, és az jobb nem egy zsúfolt nagyvárosba túlélni. De akkor lementek vidékre. Lementek vidékre régen, és hát nem volt spanyol Mit okozott ha... ez a személyiségfejlődésedben, Dávid? E, azt nem tudom, azon még kutakodom. még kutatod a pszichológusoddal az elmúlt tíz évben? Lányok... Persze, persze. hogy állsz, Dávid? Konyhában a helyük. De ez, ez, miért, ez miért jön. Na jó, miért ebbe miért nem kapcsolódik be. ebben kapcsolódik ide. nem megyünk be, ez az én. Zsolt szereti vidékire és városra osztani. Vagy bocsánat, Budapestire és vidékire. A társadalmat. Ó, értem, asszal, hogy akkor én egy kicsit vidék is vagy Vagyok, mert az én szüleimet leküldték egy évre vidékre, amikor gyerekek voltak. Az én szüleim vidékiek. Úgy, csak úgy simán. Úristen, Balázs, Na. Jézusom! Na, így van. Zsold, a te szüleid. Ragd el a Kiderül, szalonna. hogy a tiéd is vidékiek. Akkor Ragd el a... a szalonnád, Balázs, Ragd el a szalonnád. Na figyelj! Az én apukám is vidéki. Na, ez tessék. én anyukám, Ez én anyukám is vidéki. hát akkor meg, Mindenki coming out. Coming out bizony sorba. Mindenkiben van egy kis szalonna. Na figyeljetek, most arról fogunk beszélni, mi van a tőzsdén, csak azzal kell felvezetnem, hogy kedves MMB hallgatók, azaz felügyelettől hallgatók, hogy én az alapomra várok még mindig. Ezért aztán annyira nem érdekel, hogy mi van a tőzsdén, mert így, aztán két szék közt vagyok, hogy az alapomban sem tudok még trédelni, meg már magamnak sem nagyon tudok trédelni, úgyhogy én csak ilyen közvetlen élményeimért. Tehát egy kicsit. Zsolt, bocs, ajánlanék valamit, kriptóba tudsz trédelni saját magadnak. Tényleg, tényleg. Na jó, de azt érted, azt a hülyék igen, a igen. csillagok járását két ha kell, de a, a, a tömegek körületét azt nem tudom nálam, hogy... Azt Galilei mondta, ha valaki nem tudná. Ezt Newton mondta. Akkor Newton. Na, valaki mondta, aki ki tudta számolni. <laughs> valaki mondta, igen. Az a, a lényeg. Valaki, valaki nem mondta. vidéki. Valaki nem vidéki mondta. Szóval így most a témában én csak másokat fogok idézgetni, és akkor mondom a felügyeleti hallgatóknak, hogy nem, ezzel nem csak a GDP-t csökkentjük, hogy én nem tudok rendesen trédelni, de a Hold After Hours szórakoztató tartalmát is. Úgyhogy valaki te, vegye fel azt a telefont, és szóljon oda a felügyeletnek, hogy gyorsan, gyorsan azzal a Holdbeat alappal. Ja, na viszont egy valamit azért észrevettem. Tehát ugye beszélgettünk itt két-három hete arról, hogy a Teslában jött egy kamu hír, és felrobbant. Azóta még ment 20%-ot, ugye? Amióta 1000 milliárd lett, azóta már 1200 milliárd is lett, bár most épp... Á, már tegnap visszaesett 12%-ot. Jó, akkor most akkor 1080 milliárd. Tehát ha azt hogy a Teslában egy kamu híre felrobbant, az nem más, mint hogy iszonyatos kereslet van még mindig. Ott lappang a kereslet, és ezt látom most a vírust, mit itt folyton azon nyafogtunk, hogy mi az, hogy a tőzsde nem törődik a vírussal, pedig jön a delta variáns, ami le fogja állítani a gazdaságot megint, az most, mondtátok, most hogy Magyarországon is lesznek még valamiféle lezárások, és úgy tűnt, hogy nem foglalkozik vele, mert hiszen mennek fel a tőzsdék. Erre most jött egy Pfizer koronavírus gyógyszer, és egy csomó minden felrobbant. Mint ahogy tavaly októberben felrobbant a vakcina hírére, és úgy tűnik, hogy mégiscsak foglalkoztak a tőzsdék a vírussal, hogy csak azt történt, hogy egy kicsit visszafogottabb volt az emelkedés, mint ahol amúgy lennének a részvényárfolyamok. Úgyhogy, na, ehhez mit szóltok? Igény van az emelkedésre? Akkor így kérdezem. Hát igény van az emelkedésre, igen. Folyik a pénznyomtatás, szerintem ennek kapcsán én nem tudok újat mondani. Na, szerintem sem, majd én mindjárt mondok. Hát én ezt teljesen más szemszögből nézem, Zsolt, mint ahogy te. Nem azt keresem, hogy ki mennyi pénzt nyomtat, meg hogy megy a tőzsdére, nem próbálom fundamentálisan magyarázni, hogy mi történhetett. Mondok erről pár gondolatot. Májusban szerintem az volt a helyzet, hogy mindenki azt gondolt, hogy nagyon jó lesz a növekedés, de már megjelent az infláció is, a bankok is lazák voltak. Aztán, ha néztétek a hosszú kötvényhozamokat, akkor abban az látszott, hogy volt egy nagy emelkedés, ami árazta ezt a jó gazdaságot, meg az inflációs várakozásoknak az emelkedését. Aztán szerintem, ahogy mentünk előbb az időben, itt az elmúlt fél évben, inkább azt láttuk, hogy hát az infláció az így itt van, valóban már rövid távon is jelen van, de lehet, hogy nem azért van csak itt, mert egyébként nagyon erős lesz a növekedés, hanem, hanem az ellátási láncokból kiderült, hogy egyre nagyobb problémák vannak. Tehát nem csak a díjak lettek magasak, hanem akkor jöttek ugye az energiáraknak a, a növekedései. Ugye a csiphiány az, az, már jelen volt, de továbbra is jelen van, tehát úgy nem oldódnak meg. Szerintem most egyre inkább az a, az a várakozás, hogy nem csak az van, hogy egyébként erős a kereslet, meg vannak rövid távon kínálati problémák, ellátási lánc problémák, hanem mi van, ha ez már kihatott negatívan a gazdaságra, és egyébként az a hosszú távú erős növekedés az, mint hogyha már nem is lenne annyira erős hit. És ezért ezek a hosszú hozamok, ami azt jelenti, hogy a 20-30 éves kötvényeknek a, a hozama az a diszkontrát, amivel ezeket diszkontáljuk, ezeknél a kötvényeknél, azok egyébként most elég rendesen visszaestek az utóbbi hetekben. Tehát ez azt jelenti, hogy végeredményben... Bocs, bocs, a megint... hozamok... igen, a hozamok visszaestek. Okay. Igen, és okay. aztán okay. ez okozott emelkedést az amerikai tőzsdéken, például a technológiai papírokban, a, a NASDAQ-ban. Tehát most megint egy kicsit az van, hogy a NASDAQ meg az S&P 500, a technológia, meg defenzív túlsúlyos papírok teljesítenek jól a, emiatt az utóbbi hetekben. Tehát van egy ilyen fundamentális ok, hogy gyengült a hosszú növekedés, meg a hosszú inflációs kilátások. Egyébként még nem mondtam, de van itt még egy ok, hogy a bankok meg rövid távon úgy tűnik, hogy több kamatot emelnek, mint mondjuk fél évvel ezelőtt gondolták volna a befektetők, és, és ezért azt látják, hogy ezt úgy hívják, hogy policy mistake, hogy esetleg túlemelik a, a, kamatokat rövid távon. Ez is igazából a hosszú távú növekedésnek a gyengüléséhez vezet és hát ez átvitt értelemben amerikai részvénypiac emelkedést okozott az elmúlt hetekben. De jó, tehát az, azért az Airbnb nem arra robban fel 20 ot hogy merre mennek a hozamok. Egyébként na, folyam, a ma reggel nagyon mozgalmasan indult nekünk, mert Balázs izgalomba jött, hogy valami Istenek háta mögötti olajcég most már 17 ot emelkedik Balázs. Mit szólsz hozzá? Hát bejelentették, hogy mergelnek, tehát összeolvadnak egy, egy, másik vállattal, hát ez egy egyedi hír, hát ha van ilyen az embernek, akkor akkor, akkor hadd örüljön. Így van. És Egyébként nem? még, bocs, az előző téma, azt hozzá akarom tenni, hogy én nem utasítom persze el, amit ti mondtok, tehát ez a pénznyomtatás, meg szerintem még mindig a mániák korát éljük, vagy még mindig sok a mánia, úgyhogy, úgyhogy ez, ezt, jól jelzik az, hogy jön ki egy hülye hír, és akkor arra már is lehet 15%-ot emelkedni. Én csak azt mondom, hogy a nagy indexeknek a változásai az szerintem fundamentális hírekre is reagálnak, nem csak ez a, ez a mánia van egyébként mögöttük. Szerintem ez, a, ez majd, ezt, ezt a korreláció, nem kauzáció rovatba, de na figyelj, de most ugyanezt megbeszéljük voszti zsar, egy mert eszement új kifejezéseket tanultam. Ugye ezt, amit most látunk itt a tőzsdéken, ez a legkedvezőbb, szezonális a legkedvezőbb időszak, ez a november, december, január, feb, január, na, aztán meg pláne, és úgy szoktuk hívni, hogy meltáp. Itt benne a cégben is így szoktuk hívni, hogy ami mostan az a meltáp. Tehát, hogy, hogy, mindenki el bedobja a és mindenki vesz, aki eddig lemaradt. Csak ezt már nem Ha valaki meltápnak hívja, az azt jelenti, hogy ő egy... Boomer, mondjuk egy dinoszaurusz. Az azt jelenti, hogy... Hát, együtt, együtt próbáljuk meg lefordítani, hogy you were alive when XIV was cool. Most az XIV, ez vagy XIV, vagy 14, ti tudjátok -e, hogy mi ez? a, le? persze, az a XIV LTF, az a VIX LTF nek a, tehát a short VIX, ez 18-ban ah. ez volt a legmenőbb trade. Hol voltál Zsolt? Ezt én se tudtam egyébként. Ott, uh... Hol voltál, Dávid? Igen, é. igen. Van, van más VIX RTF egyébként. Ez a legmenőbb. Na, nem, jól, nem, ez számára. azért, mert ez az mert a, a sort. Short. Láadásul ez a fordított. Ja, ez értek? a sort. Ja, 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 Mert ja, ja. VIX oh, szív, long short. <gül> Aha, <gül> És, és hogy is volt, hogy 17-ben ez még nagyon jól ment, és 18 januárjában talán ezek nulláztak, vagy, vagy 95%-ot estek. Mert hogy igen, ott volt egy kipukkadás ezekben. Már mindenki sortolta a VIX-et, és ez nagyon, jó pénzt hozott egy ideig, aztán meg egyszer csak kellett vele bukni mindent. Na, Igen, szóval ez egy tipikusan olyan trét, hogy mindig keresel vele egy kicsit, nagyon sokáig keresel vele egy kicsit, és hogyha ez jó sokáig megy, az a trét, hogy mindig lehet vele egy kicsit keresni, talán nem is olyan kicsit, néhány százalékot, 10-15-20 százalékot és akkor egyszer csak ennek az egésznek a vége van, és elbuksz mindent. Nem, hogy kihagytad a tőkeáttét, Ez az a 10-15 százalék az valójában 100-150 százalék. Tehát ugye ezért volt ez ekkora felrobbanás, mert az tőkeáttét elnyomják, és, és, úgy hívják, hogy szedegetni a penit az úthenger elől. Ez a zsargon kifejezés erre, amit a Dávid leírt. Na szóval, Meltápnak a bumerek hívják. Most már ezt úgy hívják, hogy YOLO Feast. YOLO ugye ez a mert azt mindenki keresse rá Google a Google-ben. A jóló az egy olyan betűszó, amit mozaik szó, nem tudom, milyen szó, amit, élsz. amit, mindenkinek tudnia kell. You only live once, ugye? Jól van. Igen, volt azért ha, ezt. Mondtam, hogy neki keresse rá, erre elmondjátok. Hát, ez nem hiszem el. Gyerekek, hát szeretnék, ki. szeretnék tenni valamit a hallgatókért, én meg itt elgáncsoltok. Tehát úgy hívják, hogy yolo Fist, ami mémsztákokkal és opciós kereskedéssel van tele, és, na ez az a rész, amit nagyon jól ismerek ebből a cikkből, ami elülteti a szkepticizmust a hedge fund menedzserek közt, akiket úgy írtak le, mint egy valamivel józanabb csoport, mint azok, akik ebben a YOLOfeast-ben részt vesznek, és hát igen, ez van a oldalapkezelőben, mindenki fogja a fejét, hogy ez elképesztő, ami most megy. Sőt, ami mi fog még menni, mert a YOLOfeast-ből, a Bloomberg cikk szerint, FOMO trap lesz. Tehát ugye akkor meg már azok, akik eddig nem indulhatott el az alapja, és akkor elindul majd egy hónap múlva, és akkor még utolsó erejével belevesz, hogy aztán 20% mínuszsal indulhasson az alapja. Szóval ez a FOMO trap, ami várja a jóló Fizzből kimaradtakat, Felügyelet fog téged belekergetni a fomótrebbe, Így van. Így van, kedves MNV-s Nagyon, nagyon Ugye, ez a baj, az állam belenyúl. Az állam belenyúl, a dolajat itt engedély nélkül forgathatná mindenki pénzét, helyett az állam, fomó, jólófizből fomót repre rakja a szegény befektetőinket. De és... Remélem mindenki tudja, hogy mikor viccelünk, ez olyan egyértelmű hm. szokott lenni. Ezt már a vidékváros ellentétnél is akartam mondani. Na és megvan az új Left Behind. Tehát az nem, az nem, ők nem a Squid re mennek, hanem ezek, ezek, a hedge fund meredzserek, akik a kicsit józanabb csoport, ők azok, akik mindig mindenhol piaci tetőt látnak, hát ők nyilván kimaradnak a Yolo Fizzből is, meg a Fumo Trapből, és ha nem tudnátok, itt, úgy a cikkben, hogy weaponized gamma. Tehát a gammából csináltak egy fegyvert, a gamma az ugye az a, a opcióknak az a aspektusa, ami a nem tudom melyik. Ezt várom, hogy hogy magyarázod el, Zsolt. Ezt nem, tehát az, az opciók egyik aspektusa, ami nek a re, hogyha játszol, akkor ezt nem fogom elmondani, azt a múltkor elkívtuk erre Gerit. Ha, ha, erre játszol, akkor ha elkezd a te irányodban menni a piac, akkor egyre többet kell venniük azoknak, akik fedezik az opciót, mondjuk így, és ettől egy ilyen begyorsuló, óriási ember. Hát ez, ezt láttuk ugye az összes... Egy pozitív ördögi kör. Vája, vája, Igen, tehát, hogy arról van szó, hogy vannak az opciós piacon a market makerek, akiknek a pozíciója az vagy gamma short, vagy gamma long. Az, hogy mi a gamma, az most mindegy. Hogyha ő, az ő pozícionáltságú gamma long, akkor az egy piac stabilizáló hatású, tehát hogyha felfele a, a piacok a ők inkább eladnának, ha le, lefele mennek a piacok, a körök inkább vennének. Akkor van probléma, hogyha ő, az ő pozícionáltságuk átmegy gamma sortba. És akkor az egy ilyen instabil hatású, tehát akkor nekik úgy kell fedezniük a pozíciójukat, ugye, tehát hogy market makerek, ők neutrális pozícióba akarnak maradni, csak hogyha elmozdulnak a részvényárak, akkor nekik valamit tenni kell, mert változik a pozícionáltságuk. És hogyha gamasortban vannak, Lesznek. És a tehát piacok... hogy nem, nem vannak, tehát ahogy le, tehát, mondtad, lesznek, tehát abba kerülnek, annyira emelkedik Abba kerülnek. A piac, annyira megnődik a piac, hogy átmennek, igen. Ö, igen, hogyha ebben a helyzetben vannak, és felfele mennek a piacok, akkor nekik venniük kell, és hogyha lefele mennek a piacok, akkor nekik eladniuk kell. Tehát kvázi lesz egy ilyen ördögi kör, egy ilyen ö, pozitív visszacsatolás, ami erősíti azt a ö, folyamatot, ami elindult. Tehát ez egy, ez egy ilyen veszélyes helyzet, de most egyébként éppen gommalongban vannak ők. Ja, hát... Azt az információt kaptam a Hú, de Tegnap még, még gammasorban voltak? Nem, 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 nem. Most gammalunkban vannak egyébként. Na, akkor minden rendben. Hát még jó dávid, mert... hogy fizikusként ezt ennyire jól el tudtad nekünk magyarázni. De nem, én ebben nem vagyok... Tehát jó mindegy, tehát itt, itt jó ez a cikk, lehet, hogy nem. Tehát nem tudom, hogy milyen időtávról beszélsz, amikor gammasorban vagy gammalunkban vannak. Tehát, na mindegy, szóval, de tényleg ennek az az eredménye, hogy a farok csóválja a kutyát, vagy arról a részvények lesznek az opciós piac deriváltjai. Tehát azt, hogy az opciós piacon mi történik, attól fog a részvénypiac felmenni. Hát, na, szóval ez volt a GMC, meg a stb. sztori, csak most itt nagyban is egy kicsit látjuk, a Tesla is valami ilyesmi volt. Na figyeljetek, még néhány összefoglaló ezzel a mondattal kapcsolatban, ezzel a piaci helyzettel kapcsolatban. Ugye itt paraferizálták, vagy valahogy így mondják ezt. Szóval valahogy másképp mondták Warren Buffett mondását, az egyetlen dolog, amitől félni kell, az maga a grid, mondják ők, tehát a, 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 mi ez a kapcsiság. Inflows az mi a galore, azt tudjátok? Hát, azt hogy jön bőséges. Be, virágzik. Jó, megnéztem, oké. Okay. Szóval az inflók, tökigjárunk az inflóba, azt így mondják magyarul, járunk az eredményben, járunk a, a likviditásban, a zeitgeist, a buborék, és a történelemben, és ez nagyon érdekes, úgy lehet a buborékot legjobban hedgelni, hogy megveszed a leadershipet, tehát ami ugye jelenleg a fang, a technológia, stb., és megveszed a lemaradókat. Mert, és ezt úgy hívják, hogy barbell stratégia, mert a barbell az az, a súlyzó, amivel 40 kg sose tudtatok fekve nyomni többet. Szóval az a súlyzó, aminek ugye a, piac két végét túlsúlyozod, a, a fangot, a, az élenjárókat, és a lemaradókat, ami jelenleg a ciklikusok, például a, a, small cap value az Egyesült Államokban, vagy a fejlődő piacok, ugye kínai ilyen, az Kelet-Európa az nem ilyen, mert hogy, ugye, mert hogy azok, akik lemaradtak az emelkedésről, akiknek még nem indult el az alapjuk, azok meg meg fogják venni a lemaradókat, mert hát nehogy már. Mert például mi történt? Mielőtt a NASDAQ felrobbant, még 99-ben, az érdemes azt közosztálya, ami még a is nagyon tudta verni, az a 98-ban csődbe menő Oroszország, mert mit csináltak? Megvették a Nasdaqot, ugye az élenjárót, meg megvették az oroszokat, ami a lemaradó volt. Na, egyébként érdekes, amit mondasz, mert éppen néhány hete teszteltük a kriptolapunkba pont ezt a stratégiát, és elég jól nézett ki a backtestje. Hát azért, mert az elmúlt egy-két év mintája azt mutatja, hogy ez jól megy, ezért azt gondolnám, hogy ez hosszú távon majd nem fog működni. Ha mo most egyelőre tényleg így van. Egyébként meg szerintem Dáviddal mi 80 kilót nyomunk ki, és nem 40-et. Együtt, azt hiszem, hogy ketten felvejtek a 80 kilós súlyzatot, de a, a... Nem, együtt 160. <laughs> Zsolt, veszel nekem három Tesla részvényt, ha kinyomok 80-at? <laughs> na, na, tessék, nem mert belemenni. <laughs> úgy is, úgy is leesik az állat. Az nem, miért van Tesla részvény? Jó van, mellett. régen belementél ilyen hülye fogadásokba, de most már tudod, hogy nem, nem érdemes. <laughs> Én nekem 100 fölött volt a rekordló. Tehát szóval az a baj, nekem fogalmam sincs, de de most ez így jól hangzott, hogy kétszer annyi, amit mondtál. Igen, igen, én félek, az, hogy az én, én én azt, hogy nem <laughs> meg tudom megítélni, hogy mennyi a 40 kiló, amit ki kéne nyomni. Szóval lehet, hogy ez elmondja, hogy ki tudom-e nyomni. Az kétszer, kétszer belül fél, és még egy kicsit marad is. Annyi a 40 kiló. Mármint belőlem marad még egy kicsi. Ö, az világos, oké, okay. csak mondjuk, már hogyha fekszem, fekszem és, így, és így a melkasomra veszem, akkor az úgy mennyi érzetre, arról nekem fogalmam sincsen. Ha melkasodra vetted, az azt jelenti, hogy nem tudsz. Zsolt tenni. már gyerekeink keresztül is tudja ezt a 40 Így van, a, a gyerekek arra jönnek. Jó, de fekvenyomz gyerekekkel? É, tök jó velük. A megeszi fekve őket. Fekvenyomok, és nem mindegy. Jó, de nincsenek a gyerekei 40 kilók, vagy már vannak, már olyan nagyok, hogy. nincsenek? el kell kérdezni a de szerintem nincsenek. Nem, biztos, hogy nincsenek, hát az már, egy, az már egy közel felnőtt nő. Na de visszatérve, ez az év tényleg olyan volt, hogy vagy megvetted ezeket a velő részvényeket, legyen az bármilyen ciklikus vagy vagy akár orosz részvény, és közben megvetted anaznakot, tehát a két egymásod teljesen független, akkor szerintem is az így pont kiegészítette egymást, hogy amikor az egyik ment, akkor a másik nem, és amikor meg a másik ment, akkor meg az egyik nem. Tehát, hogy kiegészítették és ha ilyen alapod lett volna, akkor mindig ment volna az alapod, ez nagyon jó lett volna. Egyébként én nem tudom elképzelni, hogy valaki ezt így megcsinálta, de jelentkezzenek a hallgatók, ha tudnak ilyet. De szerintem sokan, tehát ez, tehát ez, tényleg ez, a Wall street ez egy ilyen, ez egy stratégia. Tehát ez, ez olyan, mint a short vix. Tehát, hogy, mint ahogy a short vix-et is sokan megcsinálták. De tudod, miért nagyon nehéz? Mert vagy az egyikbe hiszel, vagy a, vagy a másikba. Tehát én amikor arról olvasok valaki, hogy valaki tech hívő... Balázs, vagy a stratégiában. Tehát, nem, tehát érted, nem hagyod, hogy gúzsba kötsenek ilyen hülyeségek, amiket most mondtál, hanem azt mondtál, hogy van ez a stratégia, mindenki ezt a stratégiát fogja követni, és ettől nyereséges. Tudom, lesz. de az a, az a gúzsba kötés, az fontos. Tehát akinél azt olvasom, hogy ő nagyon szereti a technológiai részvényeket, az elmondja, hogy Hát Jön az új világ, itt disruptive innovation van, itt, itt exponenciális változások lesznek. Hát az nem fogja megvenni a, az orosz olajpapír, aminek nem tudom, egyáltalán nincs hívője, politikai kockázatokkal van teli. A másik oldal az meg igazi value-befektető, soha nem venne technológiai részvényt, és keresi a... A lemaradókat és keresi az alacsony forgó vállalatokat, na hát az meg, az meg nem fogja megvenni a Teslát. Tehát ezért nehéz elképzelem. De volt. A, a, a szisztematikus tréderek csinálják ezt, tehát mondjuk a fizikusok, meg a matematikusok, akik azt se tudják, hogy ezek micsodák, meg nem hisznek semmilyenbe, hanem így ülnek a számítógépük előtt, és így megtesztelnek számokat. Az algók. De, az algók. Hát oké, persze, ezt lehet algoritmikusan is csinálni, egyébként ugye valószínűleg ezt ők csinálják, de hogy ezt lehet persze úgy is csinálni, hogy te magad nyomogatod meg a gombot, valószínűleg a fizikusok meg a matematikusok algót írnak arra, hogy ezek, e, ezeket játszák. Azt se tudják, mit Számok. Jó, jó, bedobtam a Meg Na és akkor utolsó, a levezetés, mert megint előjött ez a példa, hogy miért nem működik a cipőpuczoló elmélet. Ugye erről a múlt héten beszélgettünk. Szeptember 10, 2020-ban vagyunk. Ugye ez a még a nagy, nagy vírus, az oltás, felrobbanás kezdete előtti időszak, amikor már azért elég sokat emelkedtek a piacok, és akkor net ez a, nem tudom, talán, mit tudom, legyen mondjuk a Merrill Lynch, tök mindegy, melyik elemzőháznak a, a, fő, a fő elemzője, mondta, hogy neki akkor jelzett be a cipőpucoló elmélet, magyarul az, hogy ha már a lakosság arról beszél, hogy emelkedik az OTP részvény, akkor el kell adni az OTP részvényt, mert az történt, hogy a gyerekétől kapott egy üzenetet, hogy az ő egyik haverja azt írja neki, hogy gyerekek, én teljesen kész vagyok, a Tesla ma 45 pontot esik, azaz 45 dollárt. Nem tudok a Rocket League-emre koncentrálni, az, valasz, az nem tudom ez az valami fantazi, játék, mindegy. Billy kérdezd meg a lapukádat, hogy mi történik. Miért esik 45 pontot a Tesla? És azt mondta, hogy ez egy 16 éves gyerek, és azt mondta, hogy akkor ő azt mondta, hogy na hát ez a cipőpucoló index. Aztán most, hogy visszanézett ez a Hartnett erre a sztoriára, ami ugye pont egy éve volt, vagy 13 hónapja, és azt mondja, hogy hát azóta a Tesla háromszorozott, a Nasdaq ment 40 ot az S&P 500 pénteken 7 kal magasabban volt, mint a legbulisabb évvégi forecast a Wall street -en. Szóval azt hiszem Hartnett tet is elgázolta a, a Yolo Feast, meg a, meg a milyen trap? A, a FOMO, Fomo is átment, nem csak rajtam. Hát mert nem volt Diamond hangja, meg lézerája. Most már nagyon sok ilyen új fogalommal gazdagodtunk. Nem, de számolgatja a pépereket. az, az azért útjába áll ennek. Na figyeljetek, jöjjünk át egy kicsit ide Európába és a gazdaságra. Bakmányon rakott ki egy nagyon érdekes térképet, ahol azt látjuk, hogy Németországban, Svájcban és Ausztriában mi egyik régiókban mekkora az egyfőre jutó GDP. És nekem az, ezek a térképek azok, amik a legjobban mutatják, hogy beszélhetnek kormányok, amit akarnak, mert a legbeszédesebb térkép az mi, hogy kelet-európai régió egy az egyben ugyanolyan GDP-növekedés mutat az elmúlt tíz évben. Tök mindegy, hogy abban X kormány van, Y kormány van, mert máshol még váltogatják is egymást a kormányok, meg hogy magyar kormány van, vagy legyen a kormány. De azért azt látod, hogy mondjuk a lengyelek húsz éves távon nagyon megelőzték a magyarokat. Jó, csak ugye a kormányok általában nem 20 éves izékkel szoktak meg egy, egy, nem, múlva. de a kormányok felelősek a hosszú távú versenyképességért, amit most kellene javítani, hogy tíz év múlva jó legyen, vagy tíz éve kellett volna javítani, hogy jó legyen most, és ilyen formán felelősek. Az igaz, hogy a jövő évit, meg a két év múlva itt, azt nem ők választják meg. De Ezt én úgy képzelem el, hogy... Egy picit. Csak az a baj ezzel, hogy most melyik lengyel kormány veri a mellét, hogy nézzétek az elmúlt húsz évben mekkora növekedést okoztunk, semmelyik. Ugye, tehát, hogy ez egy ez ne, ez nem szempont egy kormány számára, hogy 20 év alatt mekkora növekedés volt a lengyeleknél. És, és soha nem volt szempont. Az volt szempont, hogy most ebben a kúban vagy választások előtti negyedében jó nagy vizét mutassunk ki. De nem, hát nézd meg Lengyelországban a 2009-es válságot úgy vészelték át, hogy náluk nem volt válság, nem volt recesszió, tehát nem ment nulla alá a GDP. Csak most ne... lágy egyébként, Zsolt, végigmondod, amit akartál mondani úgy, tehát Mondom, igen. Oké. Okay. Balázs belelengyelezett a izémbe, a monológomba. Na szóval, hogy, mert ez a térkép is miről szól? Arról szól, hogy például az NDK, az még Németországban még mindig borzasztó gyenge, kivéve a városok, és ezek mind olyan adottságok, amiknek semmi köze politikusokhoz. Mondjuk az NDK-nak van egy egész rendszerhez, de mindenhol a városokban sokkal nagyobb a GDP, hát ennek nyilván semmi köze a politikusokhoz, egyszerűen ott sokkal hatékonyabb és jobban meg van szervezve a munka, hiszen azért városok, és ezért magasabb a GDP per fő. Tehát, hogy nem, ezek nem, áh, politikusoktól. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy egy lényeg az, hogy Budapesten ez 7600 euró per fő per azért erről beszéljünk még egy kicsit. Tehát, hogy ugye ezen a az látszik, hogy az NDK az szar, a Svájc az nagyon jó. A városok, a városok nagyon jó. A városok nagyon jók. Igen, én, nekem az jut eszembe, hogy, hogy van a Miért buknak el nemzetek című könyv, ami azt kutatja, hogy egyébként minek köszönhető az, hogy egy ország sikeres, és minek és egyébként kik a nem sikeres országok, és arra jut, hogy az intézményrendszer az, ami egy ilyen nagyon fontos tényező. És az intézményrendszer az egy ilyen összetett fogalom, tehát abban sok minden benne van, olyan, hogy ilyen társadalmi kultúra, hogy a korrupció az úgy mennyire van átszőve, tehát egy, egy, egy társadalmat mennyire sző át a korrupció, és ez nem olyan, amit egyik kormány meg tud változtatni négy év alatt, de az azért nem igaz, hogy a kormányoknak erre nincs ráhatása. Tehát igenis van ráhatásuk a kormányoknak, meg hosszú távon ez tud változni, de nehezen tud változni. És akkor egyrészt szerintem mind a kettőtöknek igaza van, hogy ezen a térképen az látszik, hogy itt ilyen hosszú távú dolgok megmaradnak, hogy az NDK meg az NSK közötti különbség, meg hogy a Svájc az nagyon jó. És hogy ez valami olyasmit mond, hogy az intézményrendszer nehezen változik. De közben meg az is van, hogy az NDK-nál valószínűleg azért sokkal jobb, mint a magyar. Magyar, tehát hogy ez így intézményrendszer azért tud változni hosszú távon, és ezért tudnak tenni a kormányok. És... Ezt aláhúznám, tehát itt bőven van felelősség, csak tényleg az van, hogy nem látszik egyik a másikra. Na jó, akkor egy számadat még ebből a cikkből, 7600 euró Budapesten a per fő per év, nem ez a magyar, bocsánat, és 9700 Budapesten, na most Bécsben ez 40 ezer, tehát négyszerese Bécsben a GDP per fő, mint Budapesten. Azért ez nominálisan van így, egy kicsit segít, hogyha nézed a vásárlóerőpolitást. Igen. Nem sokat. Ugye egy 20%-ot. Tehát, hogy ez négyszeres, és akkor lesz három és félszeres. Tehát, hogy valami ilyes nagyságrendű. Azt nem hiszem. Hát, hogy többet, vagy kevesebbet? Hát sokkal többet számít. Tehát szerinted itt fele annyiba kerülnek a dolgok, mint Bécsben? hát amikor a real gdp nézzük, hogy be tudjuk -e érni Bécset, akkor nem három-négyszeres különbségekről beszélünk, hanem mondjuk ők állnak 110-100 egységen, szerintem meg 60-70-en. De ezt most a, így fejből mondtam. Igen, én, most, én, meg még fejből tudnék vele vitatkozni, csak fogalmam sincs, hogy fednie a valóságot. Majd egyszer éve. megnézzük az <há> adatokat. <há> így van, Na, ugye, amit viszont megnéztem, jött egy komment ehhez a cikkhez, Dávid, ez a te embered aki hát vásárló erő, mert ugye még mindig ebben mérjük a boldogságot, mondja ő. Pedig az szemlélet csak a pusztulásunkhoz vezet, mondja ő, meg Dávid, és az az igazság, hogy félreérti. Tehát ez a, és ez, ez most a korreláció, nem kauzáció rovatunk, tehát hogy nem azt állítjuk, hogy azért boldogok ezek az emberek, mert egy csomó mindent tudnak vásárolni. Mert azt tudjuk, hogy ez csak egy bizonyos pontig boldogít a, a, az, hogy mit tudsz vásárolni. Tehát, hogy onnantól ez van kajád, meg lakásod, meg stb. onnantól már egyre kisebb lesz a, a határ hatása. De ami nagyon fontos, hogy az, ami a magas GDP-t okozza egy országban, az az, ami a boldogságot is okozza. Például az, hogy az intézményrendszered milyen, hogy mennyire korrupt a nemzet, hogy meritokrácia van, vagy nepotizmus van. Ezek olyan dolgok, amik ugye az embernek a lelkét is azért javítják, és inkább az lesz, hogy van egy közös hatás, amitől az emberek egyrészt gazdagabbak lesznek, mert egy olyan társadalomban élnek, ami jobban működik, másrészt meg boldogabbak. És mi van? A GDP-t könnyű mérni. Tehát a boldogságot azt nem tudod mérni, mert az nagyon nehéz, a GDP-t az nagyon könnyű, persze azt is rosszul mérjük, de még az is sokkal jobb, mint ahogy a boldogságot mérnénk amúgy, és ez az oka annak, hogy ilyen GDP per főkben szoktunk kvázi boldogságot mérnek. De Dá egyébként a boldogságot is mérik valahogy, és azért ez nem támasztja alá a te elméletedet, hogy vannak olyan szegény országok, ahol így jól érzik magukat az emberek, meg úgy boldogak, meg, meg sokkal jobban érzik magukat, mint a sokkal gazdagabb. Dávid Bazer, ez a... Tehát ha a jamaikai embereket megnézzük, akkor az fog történni, hogy ezek a boldog jamaikai, a szerinted boldog jamaikaiak, mint a villám gumitutajon mennek át az Egyesült Államokba. Tehát valahogy, és nem fordítva. Érted? Tehát ilyenkor mindig ezt szoktam mondani, hogy gyerekek. Ne kell nézni, honnan, hova vándorol a nép. Mondjuk egy ilyen egyszerű modell az, az, hogy te akkor vagy boldog, hogyha vannak elvárásaid, és ezeket az elvárásaidat ki tudod elégíteni. Tehát igazából az egy nagyon-nagyon fontos tényező, hogy neked mik az elvárásaid. És hogy nekem az, az állításom, hogy ezekben az országokban nem az az elvárás, hogy nem tudom, amit, amit mi úgy megszoktunk, hanem az, hogy úgy, hát, hogy úgy jól el legyen a család, úgy csináljunk közösen dolgokat, de ne az, hogy így belegebedjünk a munkába, és akkor attól sok pénzünk lesz, és még több plazmatévét tudunk venni. Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ugye az a baj, hogy a kapitalizmusnak van egy olyan érdeke, hogy a te elvárásaidat növelje. Mégpedig ilyen anyagi értelemben növelje. Mert akkor lesz neki nagy bevétel, hogyha neked jó nagyok az elvárásaid, és akkor ezért többet fogyasztasz, és mindenféle hülyeséget megveszel, és akkor azt gondolod, hogy ettől majd úgy boldogabb leszel tőle. És ez egy nem jó irányba vivő process, tehát, hogy ebből a szempontból én abszolút egyetértek az itt író kommentelővel, hogy ez bizony tényleg a pusztulásunkhoz vezet, ez persze ilyen hosszú távú, meg ezek nagy szavak, meg, nem tudom mi, értem. Meg hülyeség de is. Igen? Na, Dávid. Szerintem nem. Jó, Dávid, örülök, hogy idejöttél Puzsi Robert -e az adásunkba. Tehát megszemélyesíted a kapitalizmus, mintha az a gonosz valahogy rátelepedne az emberekre. Ez az emberekben van ez a gonosz, hát ők akarnak jobban élni. Ők mennek Jamaikából, ahol relaxált életet élhetnének az Egyesült Államokba, ahol plazma tévéjük De A tv leszittak minket, hogy ez már 20 évese volt menő. Mondjad, Darás. Dávid elveszi a kenyerem, mert itt mind a ketten a szélekről támadunk, de most ő a bal szélről támadott, akkor én támadok a jobb szélről. Hát nyitottság, rugalmasság, hogy példákat mondjak, ami egy csomembert egyszerűen nem tesz boldogát. Tehát az, hogy Amerikában benne van a pakliban, hogy te egyik városból azonnal átköltözöl a másik városba, ami nem tudom, lehet, hogy néhány ezer kilométerre van azért, hogy vállalja egy jobb munkát, vagy az, hogy elfogadod, hogy bevándorlókkal együtt fogsz dolgozni, nagyon színes környezetben. Ezek mind növelik a gdp de hát egy csomó ember azt mondja, hogy inkább nem. Én erre nem vagyok nyitott. És engem ez, ez nem tesz boldoggá, nekem nem éri meg ezt a GDP-t. Úgyhogy, úgyhogy egy csomó kritika illetve is volt azt, amit te felhozol, hogy ezek vajon a, ami a GDP-t magassá teszi, az, az hozza a boldogságot is. Ez, ez azért nem ennyire egyszerű. Eh. Nehéz hízd veletek, fiú. Már megint, Már megint nem értünk egyet, és nem, már megint nem, nem tudtuk meggyőzni nem, nem az a baj, más. hanem hogyha megint hülyeségeket beszéltek, az a baj. Ez a baj. <laughs> Ez a baj. Hát, na figyeljetek. ugye Két... Katart nem is mondtad, hát ott nagyon magas a GDP, aztán... Még se lennél ott a boldog Zsolt. Én? De hát most, tehát érted, tehát azért van olyan, tehát az előbb mondtam, hogy nem a magas gdp vagy, hanem hogy mi okozza a magas GDP-t, attól vagy boldog. Katarban nem az okozza a magas GDP-t, tehát azért az olaj az nem tesz boldogá engem valóban. Azt tesz boldogá, hogy egy meritokratikus, jól működő államban élek. Ez tesz. Világos, világos. De egyébként azt nem tetétek hozzá, ilyenkor mindig azt, szokt, azt, is hozzá szokták tenni, hogy de hát, de hát az Egyesült Államok végrabolta a világot, meg, meg a nyugat európa is, meg az Aszték aranyat mind odahajózták, meg ilyen hülyeségeket, mert, mert tényleg azt hiszik, hogy az a kincs. Tehát az, hogy hány aranyrög ment dél afriká Amerikából, Nyugat-Európába, de nem, ahogy Dávid is mondta, az intézmények, a kordában tartott hatalom, és így az így jó működő meritokrácia az az, ami ezeken a helyeken jól működik. Azért azt észrevettük, hogy a 16. században erre volt spanyol arany, azért nem hozta meg a várcsikert. Igen. Így 500 évvel később Igen. ezt már látjuk. De van, ti látjátok, de a haverjaitok nem, akik szígyák a izét a kapitalizmust. Na figyeljetek, Dávid, ez most te vagy. Durván te témád jön. Jó, itt egyébként mi kaptunk ilyen kommenteket, nem, hogy, hogy lehetőleg kriptóról ne beszéljünk, vagy vannak ilyen vélemények. Nem, nem kaptunk ilyeneket. Vagy kaptunk? Nekem minden ismerősöm azt jelzi vissza, hogy túl sok a kriptó, de hát Dávid itt vagy a szakértő vagy a témának, szerintem bátran beszél erről. Oké, okay, oké, okay, de szerintem van egy olyan vélemény, hogy akkor az ismerőseid azt mondják, hogy sok a kriptó, meg van egy ilyen szélsőséges vélemény, hogy kvázi ez a kriptó, ez teljes hülyeség, és akkor miért beszélünk egyáltalán kvázi erről a teljes hülyeségről? És én azt hiszem kicsit inkább erre akarok reagálni, vagy vagy akár az ismerőség is, hogy itt vagyunk egy paradigmaváltás közepén. Tehát, hogy persze lehet mondani, hogy ez hülyeség, de aki ezt mondja, az úgy igazából nem érti azt, hogy ez így miről szól. Left behind. Úgy hívjuk, left behind. E, igen. Ezek az a, emberek hogy legin... most kapcsolt be valami, na már megint ez a duma, hogy kimaradok valami paradigmaváltásból, már megint itt valaki nekem ezt el akarja magyarázni. Gerjesztitek. Ezt te. az érzést gerjesztitek. Na de folytasd, Igen, Dávid, igen, igen, azzal a az rossz együtt, hogy basszus, hát nekem mondta a haverom ö, hat évvel ezelőtt, hogy ezt így meg kéne venni. Lenni, és akkor most nagyon sok pénzem lehetne, és nem vettem, és akkor szintén a személyiségvédő mechanizmus bekapcsol, és azt mondja, hogy a, nem én vagyok a hibás, hogy ezt nem vettem meg, nem értettem meg mélyebben, hanem a mindenki más a hülye meg a kriptó egy buborék, és ne beszéljetek róla. Szerintem ez a helyzet. Oké, okay. én teljesen egyetértek ezzel. Szívemből szóltál, Dávid, igen. Oké, okay. na, tehát hogy azért tettem be egy hírt, hogy egy kicsit azt érzékeltessem, hogy a paradigmaváltás merre felé megy. Nem gondolom azt, hogy ezt így mindenki értékelni fogja, vagy meg fogja érteni, vagy lehet más véleménye. Tehát igen, tehát, hogy ilyen gondolat, meg véleményrendőrség sem szeretnék lenni. Nyilván a vitának helye van, tehát, hogy nem azt mondom, hogy mindenki kussoljon be, és nem mondja el a véleményét. Dávid, ne is, egy, mondjad már lényeget, mert okay. leesek a székre. Jó, 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 most! A, a hír az egyébként olyan nagyon nem is uh, lényeges. Uh... <laughs> ennél, jobb, ennél jobb felvezetés még nem volt. <laughs> De azért most elmondom. A hír a következőképpen szól: valakik 50 millió dolláros alapot indítanak arra, hogy egy ilyen Web3-as social media platform a Solana blokkláncon meg tudjon valósulni. És akkor ez így, ez így, ez így, ez így micsoda? Tehát, hogy eleve mi az, hogy Solana, akkor itt egyes elemeit el kell mondanom ennek a mondatnak, és igazából ezt az egész hírt ezért hoztam be, hogy ezeket az elemeket el mondhassam. Na, röviden azért. Röviden, áll, le, le, le. hát tudod, ismersz, is a mert, Zsolt tudod, is tudom, egyből, a közepébe. Minden. A Solana az egy ilyen smart kontraktos platform, ugyanolyan, mint az Ethereum, csak rendelkezik a későn indulók előnyével, hogy egy csomó dolgot tanult azból, hogy hogy az elsőként induló Ethereum az mit csinált rosszul, hogy az a technológiai út, amin elindult, az igazából nem arra kéne, hanem erre kéne, szóval rendelkezik ezzel a későn indulók előnyével, és ennek köszönhetően jó magas tranzakciós kapacitása van, sokkal nagyobb, mint az ethereum de ugye sokkal kevesebben vannak magán a solana tehát kevesebb felhasználó van magán a solana de ez persze gyorsan javul, és egyébként ennek megfelelően a Solana árfolyam az, az mondjuk százszorozott egy év alatt. Szóval, hogy ez egy ilyen érdekes blokklánc és érdekes platform, és az, hogy social médiát kéne tenni a blokkláncra, az egy nagyon-nagyon régi dolog, tehát ez a kezdetektől fogva benne van, csak hát magas tranzakciós teljesítmény kell hozzá, meg azért ez egy sokkal nehezebb dolog, de most, mintha itt adva lenne a lehetőség, de, de jó, csináljunk Web3-es social médiát a szolánára. Oké, okay. a másik dolog, amiről beszélnem kéne, hogy mi az, hogy Web3. Hát ahhoz, hogy arról beszéljük, hogy mi az, hogy Web3, ahhoz tudni kell, hogy mi az, hogy a Web1, meg mi az, hogy Web2. A Web1 az ugye az, ahogy az internet kialakult, hogy így voltak mindenféle Hát kezdetben ilyen tudományos intézmények, akiknek volt egy csomó adat, és azt szerették volna, hogy ezek az adatok könnyen elérhetőek legyenek kívülről, és akkor csináltak egy ilyen kis saját rendszert, ami hát most már tudjuk, hogy abból lett az internet, tehát hogy interneten keresztül távolról el lehessen érni az ő adataikat. És akkor kiderült, hogy ez egy jó dolog, és egyre többen csatlakoztak erre rá, erre a hálózatra, és kialakult egy olyan decentralizált, abban az értelemben decentralizált rendszer, hogy nem volt egyetlen nagy központi szereplője sem, hanem sok kis szereplő összekapcsolódott, és megszületett az internet, megszületett a Web1. És aztán a 2000-es évektől szép lassan jött a Web2, ami azt jelentette, hogy bizonyos centralizált szereplők nagyon erős pozíciókat szereztek. Mindenki például, például a Facebook. Ugye mindenkinek van Facebook accountja, vagy nagyon sokaknak van, sőt, rengeteg ember azt gondolja, hogy igazából a Facebook az maga az internet, amikor ő felmegy az internetre, akkor valójában a Facebookra megy fel, és akkor onnan kattintgat mindenfele, és onnan tartja a kapcsolatot. De azt nagyon utálom, ez a rohadék Facebook, és nem nem nyitja meg a brózeremben azt a lapot, amit meg akarok nyitni, hanem a Facebookban nyitja meg, és akkor nem... Nagyon utáló, Igen, így van, teljesen. pontosan. Tehát ez a Web2, hogy de jó, volt egy ilyen decentralizált internetünk, ami aztán becentralizálódott, és ezzel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy ez egy nem jó dolog. És a Facebook uralja az internetet, és a tartalmakról döntéshoz, tehát eldönthet, hogy te mit láthatsz, meg milyen tartalmat oszhatsz meg. És a Web3 az az, hogy őrizzük meg a Web2-nek a jó dolgait, tehát ez egy tök jó, hogy van ilyen social network platformok, de Egyébként hozzuk vissza a web 1 a decentralizált formáját. És hogy egy Web3-as social médiát csináljunk, az erről szól, mindenki a saját adatainak legyen a tulajdonosa, ne kelljen nekem odaadni az adatomat a Zuckerbergnek, és aztán a Zuckerberg ezzel adja, ez az egyik. Másrészt pedig a Zuckerberg ne legyen egy véleményrendőrség, aki megmondhatja, hogy én milyen tartalmakat oszhatok meg. Erről szól az, hogy tegyünk Web3-as social médiát a blokkláncra. Ez az utóbbival, tehát azért ez nem... Te magad vagy a, a véleményrendőrséget. Tehát amikor, ugye, igazából, tehát persze az, amikor kitiltja azt, hogy te nem írhatod le, hogy Kínából, hogy egy kínai laborból származik a vírus, na, az tenzúra. De hát de szó... ez éppen ez az. Hát ez nagyon durva. De nem ez, a, de nem ez a, durva szerintem a Facebookban. Én nem tudom, hogy mi ellen küzd, küzd a Web3, mert ha az Elmondom, ellen... az ellen küzd, hogy amiket mi itt mondunk, az a Facebookon nem jelenhetne meg. Tehát, hogy itt milyen vidék, város, izéket mondunk, poénból, akkor mi le lennénk tiltva. És ez nagyon ciki, mert nekünk, hogyha rendesen belennénk ágyazva a Facebookra, vagy valamifajta fajta ilyen centralizált social platformba, az nekünk nagyon nagy érték, hogy mi kialakítottuk azt, hogy kiket követünk, tudják, hogy mi a mi véleményünk, mi érdekel minket, van egy követőtáborunk, és egyszer csak a Zuckerberg ezt az egészet letilthatja, és azt mondhatja, hogy, hogy bocs, ezt én visszavonom tőled ezt a jogot. Ez nagyon-nagyon nagy de, de, de ennek az előnye is volt, tehát amikor Trumpot letiltják a Twitterről, meg a Facebookról, Ak akkor azért annak az, az szerintem egy előnye, az hogy... hátrány. Igen, előnye is van, hátránya is van. Tehát az, az egy előnye, hogy nem tudja a következő kapitolai mostramát már megszervezni, és nem öl meg további 15 embert. Tehát az, az, az valahol egy előny is, nem? Igen, abszolút igazad van. Tehát ennek vannak előnyei és vannak hátrányai. Én azt állítom, hogy ennek a rendszernek a hátrányai sokkal, sokkal nagyobbak, mint az előnyei. Azt Tehát tűnt. az a baj, hogy egyrészt a Zuckerberg ezt nem jól csinálja, vagy nem ilyen kedves módon csinálja, hanem a saját üzletei érdekei alapján határozza meg azt, hogy mi a tartalom. Tehát valójában az, hogy ez eleszkalálódott idáig, ez a dolog, ez a Facebook ezért tett, mert ugye a hülyeség az jobban terjed, ezt tudjuk, ki van számolva, hogy nem tudom, hányszorosan jobban terjed a hülyeség. Meg a negatív tartalom, tehát a harag, meg az utálat. Igen, pontosan, tehát így van, ezek jobban terjednek, és a Facebook az üzleti érdekei szerint dönti el azt, hogy melyik tartalmat engedi terjedni, és melyiket nem. Ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy a centralizált hülyeségnek sokkal nagyobb bajt tud csinálni, mint a decentralizált hülyeség. Tehát az egyik barátom hozott egy ilyen példát, hogy van egy ilyen náci plakát, ahol van középen egy ilyen nagy rádió, még a 40-es évek, vagy 30-as, 40-es évek beli rádió, és a tömeg áll körülötte, és így hallgatja, hogy a Führer az így mit mond. És hogy ez a plakát, ez itt tök jól mutatja azt, hogy a centralizált hülyeség terjedésének sokkal nagyobb problémát tud okozni, tehát inkább azt kéne megszüntetni, és igazad van, hogy a kapitoliumot majd így megostromolja néhány hülye, de közben ez sokkal jobb, mint hogyha Lengyelországot rohanják le hogy kérdezzek már, de nekem az nem világos, hogy az világos. itt arról beszélünk, hogy a Facebookon a hírfolyamunkban kihatározza meg, hogy milyen hírek, meg hányszor jönnek szembe. Eddig ezt Zuckerberg csinált az algoritmusával, most valaki más fogja, de ki csinálja? Értem, hogy azt mondod, hogy mi magunk csináljuk magunknak, de vajon az jó-e, az nem kergete ugyanígy buborékokba minket? De nem másról beszél, de én ezt megértettem, tehát nem... Ő nem ezt mondja, Dávid, az megmarad. Tehát ez a része megmarad, hogy továbbra is az érdeklődési körödnek megfelelő dolgokat dob föl. A cenzúra tűnik el, hogy a cukkerbeg egyszerűen levesz bizonyos tartalmakat. Én azt hiszem. De De igen, akkor teh... megint csak egy központi algoritmus fog mindenkinek dolgozni. De nem tudsz, ne. mit csinálni. Na és ez, 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 ez hagy, De te tudszom, te maga... nem, nem, nem csak annyi, hogy, hogy a centralizált ö, moderáció tűnik el. Tehát minden közösség választhassa meg magának azt, hogy hogyan moderál. Tehát az a tapasztalat, hogy moderációra szükség van, de az, hogy ki moderál és mit moderál, az közösségek határozzák meg maguknak. És egyébként igazad van, tehát valószínűleg a buborékok azok megmaradnak. Meg kell, hogy uh, maradjanak, mert az te vagy a buborék. Érted? te, te, te ha egyszer a. 444-re kattintottál, akkor legközelebb is a 444-re akarsz kattintani, és nem akarod, hogy a 98 az eléd rakják, mert nem akarsz kattintani. Ez egyetértek, igény van a buborékra, csak kihatározza meg, hogy melyikre, hogy tehát értitek. Mert magamnak is meghatározhatom, de ugye én, nem akarom magam, mert én ezt elvárom a szolgáltatótól. Most oké, okay, most kicsit fura, hogy mindenkinek a Zuckerberg egyedül ugye háttérhatalomként mindenkinek meghatározza a teljes hírfolyamát, de hogy Oké, okay, de hogy ezek a kis közösségek, amiről Dávid beszélsz, szóval nehezen képzelem még el. Ö, ezek nehéz kérdések. Tehát, hogy erre nincs egy tökéletes jó válaszom. Én azt gondolom, hogy tehát, hogy mindig az van, hogy van egy, egy valamifajta hálózati struktúra, hogy centralizált hálózatok vagy decentralizált hálózatok, kb. arról beszélgetünk, hogy egy tervgazdaságos kommunista vagy szocialista gazdaság, egy centralizált gazdaság, Arról nyilvánvalóan látjuk, hogy a szerepből működik, amikor egy valaki megmondja, hogy miből mennyit kell termelni, és annak mennyi legyen az ára. De Na, nagyobb lehet belőle a probléma, mert ha ő hibázik, akkor abból bazi nagy probléma lesz. Tehát nem, nem biztos, hogy rosszabb. Tehát nem biztos, okay, hogy. De rosszabb. hibázni fog. Tehát, hogy ezt így tudjuk, hogy hogy hibázni fog. Az a kérdés, hogy milyen nettó hatása. Ugye? Tehát, amikor, amikor az oltás kötelezővé kéne tenni, akkor, a, 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 akkor ott. ott hogy nyernénk azzal. De persze a, mi annak a mellékhatása az, hogyha valaki az oltás kötelezővé teheti, akkor lehet, hogy a magyar zászló lengetés kötelezővé tehet. Zsolt, és mit szólnál ahhoz, hogyha kiderülne az oldásról három év múlva, hogy tök erős, nagyon rossz mellékhatása van? Attól még most az a jó döntés, hogy ad be. De mert... szerintem nem. Szerintem az a jó döntés, hogy hogy választhassál, csak nagyon-nagyon erős módon kell tiltani bizonyos dolgokat annak, aki egyébként nem voltatja be magát, mert de beszélj de akkor így mindenki végül is, másra. Akkor így végül is letiltod a választást, mert annyira megszivatod azt. Tehát a, a, azt akár tovább mehetni, De és megteheti, mert... hogy nem oltja be magát. A különben is megteheti, mert a maximum börtönbe lehet viszik. Tehát igazából, hogyha kötelezővé teszed, akkor sem az van, hogy oda megy hozzád a izé a doktor nem tudom, kis beadja a belét, hanem akkor azt mondják, hogy gyerek, kötelező, tehát különben börtönben. De ne vigyék börtönbe, nem? mehet közösségbe. Oké, de figyelj, térjünk vissza. Tehát az, hogy a gazdaságnak milyen szerkezetűnek kell lennie, az egy ilyen tökevidens dolognak látjuk. Hogy igen, ezek a tervgazdaságos, központi gazdaságok azért nem működnek. A kapitalizmus azért jó, és akkor figyelj, volt, már most itt a kapitalizmus. Ezt már sokszor elmondtam, de te szeretném hallani. Oké, hogy az egy decentralizált dolog, hogy nincs központ, aki megmondja, hogy kinek mivel kell foglalkozni, és hány cipőt kell gyártani, hanem majd ezt úgy mindenki tudja, aki ért valamihez, és ez tök jó, és jól működik, és ezért működik jól. És hogy ott tartunk, hogy egy ilyen social media platformnál ez itt ez kérdés, hogy jaj, hát akkor majd ki fogja izélni, azt úgy meghatározni, Tök egyértelmű, hogy nem jó az, hogy központilag van ez irányítva, ezt is decentralizált módon kéne, hogy működtetni, és nyilván a keretrendszerét meg kell csinálni, tehát hogy az, az így oké, okay, és akkor persze az is egy vélemény, hogy akkor hogyan csinálod meg a keretrendszerét, de azért az más, mint hogy konkrét tartalmakról egy ember dönt az üzleti érdeke szerint, vagy az szerint, hogy igen. Tehát, euh, üzlet... De bocs, nem is kell úgy csinálni, mintha feltalálnánk a spanyol viasz ezzel az egésszel. Majd olvas felkérlek, egyébként ezt a mondatot a téma zárásaként, és a hallgatók, akik értik most már, akkor majd nagyon büszkék lehetnek magukra. Azt akarom mondani, hogy a Facebook előtti világban ez már egy decentralizált piac volt, és akkor nem tudom, szembe jött a autópályán a plakát, és akkor ott is hallottál valami írt, meg volt sokféle újság a Bódéban, és akkor azt is megvette. Tehát kicsit csak vissza kell hozni, úgymond azt, ami, ami előtte volt, hogy a hírekről nem egy központi agy dönti el, hogy, vagy, vagy hogy melyik újságokat nézett. Na, kérlek, Dávid, mondd el még egyszer ezt a bonyolult mondatot, vizsgáljuk meg, hogy most már értjük -e a tartalmát. Jó, tehát végül a mondat az így hangzik, hogy a valakik a Solana Ventures, meg egy ilyen Reddit alapító csávó, az olyan 50 millió dolláros alapot indít arra, hogy web három social média kialakítani a szolánán. Na, uh, úr. hát ez, ez most már most egyértelmű már könnyű, könyű, ezt is megtanultuk. Igen, ezt, mondjuk ezt a csávó azután jelentette be, hogy a Twitterről kicseszték. De megnéztem, hogy miért cseszték ki, és valami elképesztő dologért. Tehát tényleg azért, mert, mert azt mondta, viccből. Azt mondta, hát hogy I will kill you. Tehát ezt mondta egy, lehet, hogy egy haderjának, azt mondta, hogy I will kill you. Mint amikor én piros lappal fenyegettem Balást. Így és van, akkor... pontosan ez a baj, hogy közösségekben mi ezt mondhatjuk egymásnak, hogy álljunk ki, vagy nem tudom, a, a, a Zsolt azt mondja a Balázsnak, amikor a balás kifejti a, a Balos véleményét, hogy na jó, most már megöllek téged, és akkor mindenki ért, hogy egy poén, de majd a Twitter ezt nem érti, vagy nem akarja érteni, vagy fél a, a, a központi irányítótól, aki a szabályokat megmondja, és ez inkább letiltja. Hát ez agyrém. És értem van. persze, hogy hogy van alapja, mert a terroristák tényleg ezt mondják, és komolyan, gondolják, és azt meg ne lehessen. Tehát ne, ö, nem ezt mondom, csak azt mondom, hogy nem ez a jó megoldás, ami jelenleg van. Azt mondhatjuk, hogy van, amiben még jobbak vagyunk, mint az algók. Ugye? Mert az, algó, az a baj, az algó nem ismeri fel, hogy most ez vicc, vagy nem vicc, vagy mi a fene. Hát meg itt magyar nyelven még az sem, amit akarunk arra. Még nem olyan jók az algók, <síl> szerintem. Na figyelj, ha már magyar nyelv. Nincs eladósodva a magyar lakosság, még óriási hitelfelvételi tartalékaink vannak. És kicsit menjünk ebbe mert ez egy nagyon érdekes téma. A MNB rakta ki, a, ők szoktak hónapról, meg négy évről, négy évre különféle összefoglalókat rakni. És itt egy ábra a magánszektor hitelállományának alakulásáról a GDP százalékában az elmúlt 11 évben, mert ugye szokás nyafogás lenni, hogy most megint óriási hitelfelvétel megy a magyar lakosság körében, és ez mekkora baj, mert hogy a jelzárok hitelből, a devizaitelből is mekkora baj volt, csak az a helyzet, hogy sehol nem vagyunk. Tehát a 2010 negyedik negyed évben a lakosság eladósodottsága 60 volt a GDP arányában, most 35, tehát 25-tek kevesebb, és ez 30-ról jött föl, tehát 30 volt a... 30-on stagnált, mondjuk úgy 15, 15 és 18 között, és aztán 19 végén elindult fölfelé, 30-ról 35-re. Ez még úgy csak 2024. ig volt az, az ábra, amit én látok, és akkor ez, ez most már nem tudom, hol tarthat, lehet, hogy 40-nél vagy 45-nél, de a lényeg az, hogy lényegesen alacsonyabb, mint a 60, onnan indult, egyrészt. És, és akkor ezt sok ponton teszek hozzá, tehát egyrészt ezt ugye... Szoktunk arról is beszélni, hogy a Magyarország kapta az egyik legtöbb, sőt, talán a legtöbb EU-s pénzt a régióban, és mégis ehhez képest annyi növekedést tudott produkálni az ország, mint amennyi a régió átlaga. Hát ez nagy bénaság. Csak, hogy például ilyenkor le kell vonni ebből az EU-s pénzből azt a hitelállományt, ami a lakosságtól meg eltűnt. Tehát ami ugye 2020 végéig 25% volt. Tehát miközben bejött, mint egy 25% a GDP 25% ebben a tíz évben EU-s pénz pluszként, eltűnt a lakosság köréből, hitelállomány mínuszként. Tehát így akkor ez null szaldó, mondjuk a régió többihez képest, csak hogy ilyenkor én még mindig hozzáteszem, jó, viszont a magányugdíjpénztár 10%-a az hopp eltűnt, plusz a forint gyengülése, amit szerintem egyfajta ilyen, szintén ilyen mesterséges doppingszer, tehát a forint gyengülése egy cseh koronához képest, vagy még talán egy lejhez képest is, az is egy ilyen mesterséges dopping. Úgyhogy ezeket akkor, akkor viszont meg oda kell berakni, hogy igen, akkor mégiscsak nagyobb növekedésnek kellett volna lenni Magyarországon. Szerintem amúgy a le is sokat gyengült, a Zotyihoz képest vagyunk, de még gyengék. Inkább. Jó, a akkor... az meg egy másik világ. Hát másik, hát Kelet-Európa, hasonló gazdaság, autó, autóipar összeszerelő, nem olyan más az. Az igaz, hogy jobb intézményrendszer, jobb társadalom, ez kétségtelen. Tehát, ha erre gondolsz, hogy másik világ, akkor való igaz. Most megnézem a lejjel szemben mit csinált a forint? Hmm, gyengült. 2010 óta, mondjuk, mondjuk akkor ilyen 64 környékén volt, most 72, hát ilyen 12-3 százalékot gyengült. Akkor visszavonom. És a másik, ami ezzel ez kapcsolatban érdekes, hogy a devizahiteleknél a deviza kockázat az, az, a teljes hitelállományra vonatkozik. Tehát ha nekem van 50 millió forint hitelem, és gyengült 10%-ot a forint, akkor az fölmegy 55-re. Az árfolyam kockázat van ugye a forint hitelek esetén ha fölmennek a hozamok, akkor nagyobb lesz a törlesztő csak ott nem megy fel az 50 millió forintom. Tehát annak ez az óriási erőnye, hogy a forintban adósodik el a lakosság, az mindig sokkal kevésbé lesz kockázatos, mint a deviza adósság, gyengülő forint esetén nyilván. Tehát ha erősödne a forint, akkor a deviza itt lenne sokkal jobb. Ha ehhez nem szóltok semmit, csak muján ültök, nem, akkor... Nem, Zsolt, figyelj, én egyetértek, és ez nagyon fontos. Tehát az, hogy nem vagyunk devizában adósodva, és az, hogy kevésbé vagyunk adósodva, az mind nagyon segíti a gazdaságnak a további működését. De sokszor megbeszéljük, és ez tényleg így van. Még a fixitelekről egy kicsit, ha beszélsz, az is egyébként egy jó dolog, hogy a bankok alapvetően nyomták azt, hogy minél inkább fixiteleket vegyen fel a lakosság. Igen, nem tudjuk, hogy ezt a bankok nyomták, mert ugye mi, mi a volt a devizahitelek... hát az MNB nyomta a bankokon keresztül. Igen, tehát hogy mi volt a baj a devizahitelekkel, hogy, hogy valószínűleg nem szaradták be eléggé a lakosságot akkor a, bankok, hogy apám itt most a svájci frankot sortolod a forinttal szemben, ebből nagy baj lehet. Most viszont megy a beszaratás. Tehát most ne, nem cikkel, én annó, ez három éve elmentem két-három bankba is, és, és, és mintha a szeretnék fölvenni, és tényleg mindenhol négyszer elmondták, hogy ha nem nagyon hosszan fixálom le a kamatperiódust, akkor bizony nagy valószínűséggel föl fognak menni a kamatok, és akkor meg fog nőni a törlesztő részletem. Tehát itt valószínűleg az MNB-t kell dicsérni, hogy ők tényleg most kiverték a bankokból, hogy iessenek rá a lakosságra, minél fixebb legyen az a amatperiódus, tehát minél hosszabb távra fixálják le. És tényleg az van, hogy Magyarországon van egy ábránk, öm, mit kellene, az öt éven túl kamatozású hitelek aránya az olyan 70 százalék, ugye ez a 2024. évben. Miközben Csehországban és Romániában ez fele, illetve harmad annyi, Lengyelországban meg nincs is ilyen, ott csupa változó kamatozású hitel van. Szóval valószínűleg ez is a MNB érdeme. Na, ehhez gratulálunk, de akkor jó lenne beindítani már az alapomat. Oké, okay, de azért itt volt egy devizaválság, ami miatt az MNB aztán euh, éber lett, mondjuk úgy. Tehát, hogy itt a svájci frank hitelek kapcsán ugye volt egy nagy szívás, általában ugye ez szokott történni, vírusok kapcsán is elmondtuk, hogy ja, aki korábban megszívta... Az, az, úgy, mint Portugália, ott azért jobban figyelnek erre a dologra, aki nem szívta meg korábban annyira, legalábbis ilyen egy életre visszamenőleg már nem nagyon emlékeznek erre az emberek, ott, ott azért nincs 98%-os átoltottság. Jó, hogy mondod ezt a vírus, mert ugye mi történt Magyarországon? Magyarország szívta meg a korábbi vírus hullámokat a legjobban, ugye jelenleg, amit a harmadik leg, tehát valahol a dobogom környékén vagyunk, halálozásban ö, a világon. Na most... Bocsát, e azért ugye ez Kelet-Európára általánosságban igaz, hogy elég rosszul teljesített. Csak azon belül is nagyon szar Magyarország. És most tehát a negyedik hullámnál mit látsz? Hogy ez nem tanultak semmit. Tehát, hogy érted, az egészségügyi rendszer még felkészületlenebb, mint a második, meg a harmadik hullámban volt. Most ezt látod. Tehát, hogy jó, jó, mondhatod, hogy a devizahitelezés miatt az MNB, de legalább basszus fölkészült, és tudod, még készült, mert a szakértői kormány, és, és nekik nem kell a hülye választónak megfelelni. Na. Oké, okay, igazad van egyébként, tehát, hogy nem mindig tanulnak abból, de mondjuk általában az, az, jól tud jönni, hogyha volt egy nagy szívás, abból lehet tanulni. De persze igazad van, nem mindig történik meg a tanulási folyamat Itt legalább megtörtént. Már figyeljetek, van egy hallgatói levelünk, megkérdezte, hogy meg dicsér, mindig dicsérnek a hallgatók a levelekre, és azt sose olvassuk föl. Na, Zsolt, most, most olvassuk föl? Na, na, na. Kezdetek óta hallgatója, és egyben rajongója vagyok a podcastnek, nagyon élvezetes, és kélek, még jó sokáig örvendesítsetek meg a hallgatókat újabb adásokkal. Na, remélem. Lassabban kellett volna olvasni. Ne jó. Vagy akkor lelassítja, aki akarja. Decemberben egyébként valószínűleg adásszünet lesz, megint szezonális adásszünet, és fölkészítem a hallgatókat. Ő megkérdezte, hogy mondtam, hogy benne maradok a moratóriumban, és kérdezte, hogy miért. És ezt már sokszor elmondtam, de máshonnan is jött a visszajelzés, de nem értették volna meg. Tehát aki. És azt hiszem most már mindegy, mert most már nem lehet benne maradni a maradni, azt lejárt az a határidő. Igen, itt hagyd tegyem hozzá édesanyám is, aki bankban dolgozik, felháborodó hívott fel Zsolt, hogy miket beszéltél. Mm, az arra szóval... A... a hallgatókat, hogy maradjanak a moratóriumban, pedig a tőkére, ami addig ott áll, arra majd meg kell fizetni a kamatot. Tehát nem akkora nyerő ez, mint te leírtad sok esetben. De, de ez akkora nyerő, ugyanis akkora nyerő akkor, hogyha ez a pénz amit nem fizet be a moratóriumra, ez egy magasabb kamatozású eszközben áll, míg pedig a MAP plusz is egy magasabb kamatozású eszköz. Hát én nekem valami két és három százalékot van a hitelem, amit ha nem fizetek be, mert moratórium van, akkor azt inkább MAP pluszba rakom, és többet kapok érte. Tehát ezért, én ezért van a moratóriumban, és egészen elképesztő, hogy ezt a bank nem értette meg, hogy emberek, én nem, én nem izé plazmatévét veszek, meg nem még egy az, több szobát akarok a lakásomba, mert ha valaki az zen ilyen magas fokára eljut, mint én, akkor tisztában vele, hogy szobából mindig minimum egyel több kell. Tehát olyan nincs, hogy elég szoba van, egyrészt. Másrészt is nagyon jó, mert pont egy broker asztalán láttam ezt néhány éve, egy ilyen zen mondások könyvet, kinyitottam, és egy nagyon megragadt. Májolaj egy broker asztalán látta az zenmondások mondások könyvét. Jó jó, csak ennyi. I igen. Ezt, és ezt ízlelgessük ezt. De tényleg, én magam is meglepődtem. És főleg, amikor ezt megláttam, ezt a mondást, az, hogy milyen gazdag vagy, nem attól függ, hogy mit van, hanem hogy mennyire vagy elégedett vele. Tehát, ha Menjén nem... az elvárások, ugye? Így van, de persze, ebben igazad van, csak ez az emberből jön, és Épp a podcastbe próbáljuk az elvárásokat csökkenteni. Nem kell még egy szoba, nem kell plazma tévé, ez mind hülyeség. Pláne hitelből nem kell, még nagyobb hülyeség. Ha valaki hitelt vesz fel, azt rakja be MÁ A pluszba. A babavárót is erre kell használni. Szólok mindenkinek. De azt érted, hogy valakinek pont nőhet annyi akár a kamata a végeredményben, amennyivel már ö, ez a forrás ez megveri, a, tehát a forrásra fizetett kamat megveri azt, amit az eszközön keres. Előtörlesztés van. Tehát én ugye előtörlesztek, és akkor ezt a nem futom. Persze, de bizt, lehet, hogy van, olyan, van, van akinek, van, aki nem tud előtörleszteni Hát so, tehát szerintem ez azért a feltételek lehetnek olyanok, hogy nem biztos, hogy jó az, amit te mondasz. Mindenki ezt sze. nem is mondtad, hogy nem lehet, csak, csak hangsúlyozom, hogy nagyon lelkesítettél mindenkit arra, hogy maradjon a moratóriumban, sok esetben ez valószínűleg nem éri meg. Akar, ha a magasabb kamatozású eszközökben tartja a pénzét, és kiszámolta Excelben, hogy megéri-e. Egyébként a legjobb az van, hogy ha S&P 500 ba rakom én hülyen má plusz raktam a lakásomat. Hát, ha egy tesla raktam volna. Szóval azért követünk el mi is hibákat. Na jó, majd most megjöhetnek a felháborodott levelek, hogy a moratóriumból megmaradt pénzt az S&P-be raknád, de jó, jó, menjünk tovább. Igen, mindenki vegye fel a babavárat, és dobja be tesla -ba. Na, az tökös. Aki ezt csinálja, az tökös. Nem a plazma tévé a tökös. Ez a tökös, kedves hallgatók. Erre bíztatom. Szolánában a web <laughs> Most már ez az új. <laughs> Így van. Jön a Szolán a Facebook. Na figyeljetek, és ugyan ebbe az adásban nem, vehető, nem vethetünk senkinek a személyre tévedést, nekem is Balázs biztos nem, mert ő ugye letagadta, hogy az 1000 milliárd vala is lehet a Tesla, de az MNB-nek az ő üzenjük, tehát tudunk mi nagyon kemények is lenni a felügyelettel, ha nem indul ez a rohadt alapom. Szóval itt egy MNB rövidtávú inflációs előjelzésünk havi lefutása, ahol be van jelölve, hogy 5,5%-ig, ez, ez még néhány hónapja csinálták, 5,5%-ig felszúr majd az infláció, és aztán szépen elkezd lecsorogni. Na most ez 6,5%-ig szúrt föl legutóbbi adatban, és mindenki készpénzként veszi a következő hónapban már való 7% környékén lesz. Hogy kedves MNB, holdbít alap, tessék oda tenni magunkat. Szóval a Balázs ezer milliárdos Teslájával kapcsolatban azért azt mondanám, hogy ez egy szép dolog tőle, hogy ő elismeri, hogy, hogy tévedett. Tehát, hogy ez, szerintem tök jó. És, ez milyen dúva? Azt mondaná, hogy nem tévedett? Mi, lenne az alternatívája? Hát tudod, próbálod a hülyék? Hát tudod, ugye a személyiségvédő mechanizmus bekapcsol, és, és azt mondja, hogy de most de úgy, is, szentom, esni úgy igyáll, is esni fog, úgy fog, igen. Nem meg, is azt mondtam. Nem is, is én annyit, csak hát már még nagyon, még nagyon hülyék az emberek. Ezt is lehetne csinálni. Szerintem és... ezt ő belül érzi, vagy belül ezt gondolja. <gül> <gül> nem, nem ezt gondolom. De, de mindegy, az is, ez, ez, szép tőle, ez egyik dolog. A másik pedig az, hogy én a köröt nem értettem vele egyet, tehát, hogy én nagyon okos vagyok egyrészt, másrészt viszont én az sajnos bevallom most itt mindannyiatok előtt, vagy hát épp én tudjátok is, hogy, hogy hát én itt az utóbbi időben már a Teslát, és hát bizony jól beszoptam, meg kistoppolódtam, szóval szóval persze nagyon okos vagyok, és közben buktam az egész, uh, egész dolgot. Jó, meg hát nagyon jó cikkeket írtam a Tesláról, amiben azt leírtam, hogy ez mennyire fasz a cég, és jól beszoptam a sortolást. és, Na és akkor várjál, a... ha már ezt a labdát feldobtad, akkor itt megvédem a becsületemet. Ugyanis én kétszer is sortoltam a Teslát, Ugye hát azzal összefüggésben, hogy azt mondtam, hogy sosem lehet 1000 milliárd, és annak ellenére, hogy egyébként ezt állandóan emelkedik, sikerült mind a kétszer nyerőben zárnom. igen. Tehát igen. Egy, 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 ilyen, egy ilyen emelkedő De ez így. egy véletlen perce, tehát közben meg a Nasdaqon buktam ezekkel a trédekkel, tehát nem azt akarom mondani, hogy ezt valami zseniális találtam, ez egy véletlen, de hát itt ezzel védem most magam. De hogy ez, itt, ezt tulajdonképpen egy ilyen tágabb perspektívába helyezni a portfóliókezelőknek, vagy mindenki, aki, aki, pénzt kezel, annak visszatérő mintázatai. Például az, hogy hú, hát valamiben így, valamit így nagyon erősen gondolok a világról, hú, majd felmegy a nem tudom, a bitcoin, vagy a tesla, vagy a valami. Ez a hosszú távú gondolatom, hát ennek így kell lennie, ez így, ez így, így lesz de azért most egy kicsit még így okoskodom, meg hogy így rövid távon még az előbb esni fog, meg máshogy történik a dolgok, és akkor én máshogy pozícionálom magam, és van egy erős véleményem, de nem úgy vagyok pozícionálva, és végül igazam lesz, de nem keresek vele semmit, vagy még bukom is rajta. Ez egy olyan mintázat, ahol újra és újra velem ez így előfordul, meg hát egyébként azt gondolom, hogy mindenki mással is, aki kezel pénzt. Legutóbb egyébként például a bitcoinról gondoltam azt, hogy hú, azt nagyon jól eltaláltam, hogy hol lesz a teteje látszódott, hogy ott ilyen babul van, tavasszal, esni fog, tök jó, levágtam a pozícionáltságot, de hogy hát így, mi itt, hittem, hogy még tovább fog esni, 30-ig, de én azt gondoltam, hogy 20-ig le fog. Vissza kell építeni, tudom, vissza kéne építeni, de nem építettem, vártam, hogy sem még, aztán tessék. Kicsit kimaradtam ebből a felmenő szakaszból. Jó, azért nem maradtam ki, csak ahhoz képest, hogy, hogy mit gondoltam, ahhoz képest lejjebb voltam pozícionálva. Állandó vekengés az a portfólió Állandó. Is. Na, kedves hallgatók, salatok, holdibít alap, én nem csak ilyen hülyeségeket. Zsolt nem tud vekengeni velünk, meg magyarázni a bizonyítványát. Így van. Ott, ott lenne egy alap, ami mindig jó irányban, minden eszközben. Ez durva. Hát ez a lakosság érdeke, úgyhogy az MNB-nek is az érdeke akkor Én, érde. azt mondom, hogy ez nem csak ezzel a hold after hours szórakoztató és a GDP-t dobjuk meg egyszerre. Igen, de ez érdekes. Lehet, hogy tényleg az lesz, hogy itt a Zsolt alapja elindul, és az lesz a piac teteje. Igen, jó van. Na jó, de akkor viszont soha. És a GDP-t meg egyik irányba se dobja meg, akármit csinál az alap, de most mindengy, menjünk tovább kisítőek, vagytok kisítőek, nincs, nincs, nektek jövő hazátok, nem tudom mitek, nincs se jövőtök, se hazátok. Na, figyeljetek, Elon hazája is van, jövője is van. Ha már itt tesztáztunk egy csomót, hát ez a pocsék ember, ez kirakta Twitterre, hogy, hogy akkor ő, ha megszavazzátok népek, akkor eladom a Tesla stockom 10%-át, hogy fizethessek adót nektek. És akkor igen, 42% nem mellett, nem mondott még semmit, de valószínűleg el fogja adni, ugyanis, mint kiderült később, amúgy is el kellett volna adnia, mert amúgy is be kell fizetnie 15 milliárd dollárnyi adót. Na, neztek nektek ti izék, hogy nem fizetnek ezek a szegény gazdagok adó 15 milliárd dollár. Mikor fogtok, 15 milliárd dollárt adót fizetni? És valójában ezért úgy is tudta, hogy el kell adni azt a részvényt, hogy kirakatta tesz, mire a Twitterre a szavazást de egyébként nem kellene neki feltétlenül eladnia, tehát ugye azt csinálják ilyenkor, hogy, hogy bankoktól kölcsön kérnek, pénzt kapnak kölcsön, ezért cserébe abból be tudja fizetni az adóját, és egyébként a részvény állományából tesz, ugye óvatékba tesz letétbe az, az a kölcsönének a fedezete. Csak... Hát igen, mondjuk nincs kamata ennek a kölcsönnek, tehát miért csinálná ezt? Hát és a Tesla pedig mindig fölfele megy, akkor pedig biztosan megéri, nem? Hát ugye ezt is tudjuk. És utána jártunk még egy kérdésnek. Ugye itt értetlenkedtem, hogy hogy lehet hogy csak 20 a van, és most még abból el is a 10 ot tehát 2 ot És mégis ő a Tesla ura. De és... De egy kicsit még, tehát de lehet, látjátok, most már ő is elad azért. Nem felvette azt a kölcsönt, hanem elad. Szóval lehet, hogy akkor mégsem egy mindig föl a Tesla ő is abba gondolkodik, hogy hát, hát. Ezer milliárd az már azért durva. Igen, igen az Elon Musk. ő is ilyen kis tírület, mint ti, hogy ó, jó, fölmegy a Tesla, de azért még most ezt a lefelé kört is megjátszom, mert izé. Na jó van. Na, visszatérve. Utána néztünk, hogy hogy lehet a Tesla úra te, mindössze 20% Tesla stokkal a mustegom, és az történt, hogy van egy olyan szabály a Teslánál, hogy minden karakteres döntéshez kétharmad kell. de most Egon, meg a haverjai, azok olyan 25 ot birtokolnak. Magyarul a maradék 75 nak a 90 valahány százalékának kéne megszavaznia valamit, mondjuk, hogy mustegont rakjuk ki. És, és hát ez lehetetlen. Tehát az tényleg lehetetlen összegyűjteni a, a széttöredezett kisbefektetői struktúrából 90 plusz százalékot, és ezért van az, hogy mustegon bízhat abba, hogy a 20 a is elég ahhoz, hogy ezt a uram De azért az nem egyedít, tehát, hogy alapvetően ezeknél a fang részvényeknél, jó, nem tudom mindegyiknél, de hogy ez sokaknál így van, tehát a Zuckerberg nélkül se lehet semmit se csinálni a Facebookba, pedig neki is egy kis része van csak. De a szavazati jog az nála 50 öt, plusz egy, század, egy szavazat. Hát tehát... én azt értem, de azért, mert vannak olyan az osztalék elsőbségi részvényei, amivel kurva... De má, egy... Tehát a Zuckerberget még elméletileg se tud leszavazni. Igen. A most A elméletileg le tudnád szavazni. Igen. tehát, hogy... Hát azt értem, csak azt mondom, hogy a Zuckerbergnek is kis része van a cégben. Értem, de azt ő úgy előre bejelent. Na mindegy. Okay. Hát ugyanez. Tehát, hogy ezek a cégek úgy vannak megcsinálva, hogy az alapítók, meg a fontos emberek, akiknek van egy víziója, és azokat építik, azok jó előre befixálják azt, hogy de azért a cég ura az ő marad végig. Na figyeljetek! Írtam egy cikket, az volt a cím: hogy tankok helyett bitcoin. Az a fő üzenete, hogy a szomszédállam elleni védekezése jó a tank a saját államod elleni védekezésre jó a bitcoin, és az a helyzet, hogy ma már a világban nem a szomszédos államok ellen kell hanem a saját államod ellen, nézd meg akár Venezuelát, akár Törökországot, akár Oroszországot, és még sorolhatna Fehér Oroszországot talán. És akkor ezért mindenki bitcoint vegyen tagok helyett, és Dávid fogadjuk, hogy egyetértesz velem. Hanem... Ja, abszolút egyetértek, és ez nem egy új fejlemény, tehát ez mindig így volt a történelmem során, hogy, hogy a saját állam az nagyon nagy bajt tudott csinálni. Tehát a gulágra elküldi az embereket, vagy elviszik a, a zsidókat elégetni, vagy, 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 és hogy ez nem egy régi dolog, vagy Kínában az új, új az... Nem, nem egy új dolog. Vagy, most, nem, szerintem... nem, nem, egy régi dolog, nem olyan régen volt, tehát még van veszély annak, hogy De, meg de Mátyás is tehát, hogy... a saját névépét valahol. Tehát, mert... hogy ez nem egy olyan dolog, amelyik csak régen volt, ez most is így van, Kínában meg két millió újgurt büntetőtáborba zárnak. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, ami, ami velünk él, és, és és ez a fontos. Akkor már ezer éve bitcoin kéne tankhelyet. Így van, abszolút. jól van, megbeszéltük. És akkor ebbe Argentinával például mindegy. Benne volt Argentin. És akkor írta egy ismerősöm, hogy de miért nem magyarázom el, hogy mi a bitcoin? Mondom, mi mi el kell magyarázni, mi az, hogy bitcoin? Hát mondom, akkor már az Argentinát is el kéne magyaráznom, hogy mi. Nem? És akkor úgy tűnt nekem, hogy nem. És ez, hogy van ez? Szerinted... Hát azért ezt érted, hogy hogy van ez. Nem Argentináról már 30 éve is jó, az ismerősöd, a bitcoinról meg csak 5 éve. 10. Mindegy. Hát tíz... na, na mindegy. Nem, nem, tíz éve volt bitcoin, de tíz éve nem hallott senki a bitcoinról. Én már hallottam arról dávitól. És vettél? Ja. Nem? Na, akkor meg ne legyen nagy a száll. Dávid se vett. Mindenki nyugodja meg. Egy centen Dávid se vett bitcoin. Na, szóval itt voltam, és el kellem magyarázni, és akkor, de hát ugye aztán rájöttem, hogy figyelj, nem tehetnek róla, nem hallottak még a bitcoinról, nincs szabad akarat. Na és akkor most be fogjuk vágni azt a részletet, ahol Bernát László, az Elte Bölcsész természettudományi karának, filozófiai intézetének agyunktusával beszélgetünk, szabad akaratról, és akkor hétfőn pedig kirakjuk ezt a külön kiadást teljes egészében, amiből most a részletet hallottunk. De szerintem még mindig nagyon-nagyon adósok vagyunk azzal, hogy én azt gondolom, hogy az a hallgatóknak a java része azt gondolja, hogy neki egy egészen széles, szabad akarat van, széles, ható sugarú, szabad akarata van, és igazából igazából bárhogy dönthet. Nyilván a lehetőségeim belül, de hogy azok a lehetőségek azok nagyon-nagyon tág tágak. Felemerem a poharat, ami előttem van, vagy nem emelem fel. Felállok, vagy nem állok fel. Lépek egyet, vagy nem lépek. Ez mind-mind ez az én döntésemen múlik. Tehát, hogy szerintem a hallgatók nagy része ezt gondolja. És hogy ebből a szempontból kicsit mi rossz irányból kezdtük ezt a műsort szerintem, mert hogy, ahogy mondod Zsolt, hogy kéne arra nekünk jól jó érveket mondani, hogy de mi miért gondoljuk az ellenkezőjét, és szerintem a Laci is ugye az ellenkezőjét gondolja abból a szempontból, hogy ő is csak azt gondolja, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon szűk terület az, ahol szabad akarata lehet az embernek. Hogy erre szerintem sok-sok példát kéne mondanunk, hogy, hogy miért gondoljuk mi így. Na mondj egyet! Hát hogyha itt felmerült ez a, ez a téma, hogy vajon bűntényekről, meg bűnözőkről hogyan gondolkoznak az emberek, ezzel kapcsolatban ugye tök jó példákat lehet mondani. Tehát, hogy például az, hogy egy ember, aki ennek korábban semmi jelét nem adta, és ezek megtörtént esetek, amiket most mondok, az, az, egyszer csak lelövi a feleségét, meg az édesanyját, meg kimegy az utcára, és elkezd sorozatgyilkolni, és megöl, mit tudom én, 16 embert. És, és ennek semmi korábbi jele nem volt, és akkor a nem tudom, a kommandósok majd így elfogják, vagy lelövik, de találnak egy levelet nála, ami leírja azt, hogy tehát kvázi van búcsúlevél, vagy nem tudom, hogy leírja azt, hogy hát egyszer csak elkezdett ilyen Ilyen nem érti miért, de hogy ilyen nagyon erős vágyat érezni arra, hogy így agresszív legyen, meg lövöldözzön, meg embereket öljön. És akkor megműtik, vagy megnézik az agyát, és kiderül, hogy ott egy tumor nőtt azon a területen, ami egyébként az agresszió, meg érzelmi kontrollért felelős. És akkor először azt gondoljuk, hogy hú, micsoda rossz ember, mert hogy ő itt a szabad akaratából úgy döntött, hogy hogy embereket lő, aztán amikor kiderül ez, hogy ja, hát itt nőtt neki egy tumor az agyába, ami nyomja azt az agyi központot, ami, ami pont ezekért a területekért felel, utána ő már inkább ilyen áldozat, hát persze mindenki más is az, csak hogy hát szegény, hát neki nőtt egy ilyen tumor az agyába, és ezért ő kénytelen volt, hogy, hogy ilyen dolgokat cselekedjen. De hogy ugyanez, tehát ez mondjuk a 60-as években történt, de mondjuk a 2000-es évek elején, vagy a 90-es évek végén valami hasonló történt egy ilyen pedofil emberrel, aki ennek korábban semmi jelét nem adta, hogy ő pedofil, ő egyszer csak elkezdte a, a saját, nem tudom, lányával, vagy talán mostoha lányával, aki kevés éves, nem tudom hány, elkezdett egy csúnya dolgokat művelni, és szintén hasonló érzésekről számolt be, hogy hát de hát nem volt semmilyen korámban, de egyszer csak így ez így elkezdődött, és lett, és hát szörnyű, és tudja kicsit, hogy szörnyű, de hát annyira erős volt a vágy, hogy ezt neki muszáj volt csinálnia, és akkor kiderült ugyanaz, hogy, hogy hát valami tumor nőtt az agyába, ami a szexuális meg örömközpont környékén van, és, és, és hogy abszolút ezzel magyarázható az ő viselkedése. És akkor... Ez tovább is van, mert várj, várj mert ezt, ezt a tumort eltávolították, megjavult az ember, majd egyszer csak azt mondta, hogy újra elkezdte érezni ezt a, ezt a és megvizsgáltak, és kérdezik, hogy a tumor elkezdett visszanőni. Tehát, hogy ennek, ezt az, ennek a, ennek sztorinak egy ilyen további lép, is van. Oké, okay, okay. de... csak hogy a gondolat gondolatkísérlet, Sajtás. tehát hogyha ezt tovább visszük, akkor ugye oda juthatunk, hogy de hát basszus, hát igazából bár mi is történik a világ, vagy bármilyen rosszat kvázi cselekszik egy ember, akkor akkor annak egészen valószínűnek látszik, hogy megvan az a fajta kiváltó oka vagy okai, ami oda vezetett, ahova vezetett, csak mondjuk nem olyan látványos, mint egy tumor esetében, meg nem olyan könnyen érthető, mint a tumor esetében. És akkor viszont innentől kezdve a moralitás kérdése az teljesen ilyen vicc kategóriává válik, hogy akkor Miért ítéljük el ezt az embert? Tehát, hogy persze értem, zárhatjuk börtönbe, mert hogy mondjuk észrevesszük, hogy ja, hát ennek az embernek így van, egy sorozatgyilkos agya van, vagy egy olyan agy van a fejébe, ami egy sorozatgyilkosi, és jobb őt börtönbe tudni, mert majd legközelebb is gyilkolni fog. Ez egyik. Másik, meg hogy ennek, hogy mi fenntartunk egy ilyen intézményt, mint a börtön, annak biztos van valamifajta megelőző jellege. Tehát ezt tudván az emberek, hogy ilyen van, ezért majd kevésbé fognak, vagy jobb, jobban fogják kontrollálni a, a, a saját érzelmeiket. De az teljesen hülyeség, hogy akkor mi haragszunk erre az emberre, vagy elítéljük. És ugyanez persze a, a sikeres embernek, a, a, vagy ez, ez igaz a sikeres emberre is, tehát hogyha valaki valami nagyon sikeres valamilyen területen, arról valójában ugye nem ő tehet, az csak úgy megtörténik vele, következik a, a világegyetem korábbi állapotából, következik abból, hogy a fejében levő neurális háló az milyen úton, módon tanult, és milyen dolgok és cselekmények jöttek ki belőle, de, de, hogy megint csak az, hogy valaki büszke emiatt, az egy ilyen megmosolyogtató érzés. És a bűntudat is egy megmosolyogtató érzés. És ezt mondom persze annak ellenére, hogy én is szoktam büszkeséget, meg bűntudatot is érezni, de, de attól még én gondolhatom úgy, meg akár érezhetem úgy, hogy tudom, hogy, hogy ez egy ilyen megmosolyogtató dolog, hogy én ilyeneket gondolok. Igen, Hát ebből az egészben az az érdekes, hogy folyamatosan ezt a mintázatot látom, hogy persze vannak dolgok, amik mondjuk arra mutatnak, hogy csomó esetben nem is sejtett okok állnak egy viselkedés hátterébe, utána egyből oda rugrunk, hogy akkor, akkor minden egyes viselkedés meg van határozva valamilyen általunk nem ismert faktor által. De hogy ez, nem, nem, nem tudom, ez valahogy nem tűnik olyan jó következtetésnek, ez egy nagyon veszélyes indukció. Tehát ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy hogy van, van, egy ismerőse, aki, akivel együtt dolgozik, akinek elvileg nem szabadna egy csomó információt elárulni a bizonyos embereknek. És azt látja, hogy, hogy az illető, mondjuk elkapják őket, mit tudom én, lekötözik, és megkérdezik tőle, és egyből elmondja. És akkor hát nyilván nagyon mérges lesz rá, úgy érezt, hogy elárulta. És akkor de kiderül, hogy egy pillanatban, amikor nem nézett oda, egy, nem tudom, valamilyen igazság szérumot nyomtak vele, és elmondta az igazságot. Most ebből bárki arra következtetne, csak ebből, vagy ilyen típusú eseményekből, hogy ennek az embernek úgy amúgy normál állapotában sincs szabad akarata? Persze, hogy nem. Azt gondolnánk, hogy ez egy speciális helyzet. És én azt gondolnánk a tumorról is, meg a társairól. Tehát az, hogy vannak ilyenek, az teljesen rendben van, és az is rendben van, hogy ezeknek az embereknek esetleg nincs szabad akarata de hogy ebből arra következtetni, hogy akkor senkinek semmikor nincs, az szerintem egy olyan óriási nagy ugrás, amit nehéz lenne megindokolni, pusztán ezeket a példákat felemli, felemlegetve. És Balázs, na tessék, ha már bitcoin, a emberek nem tudják, hogy mi az a bitcoin. Te ismered azt a problémát, hogy nem létezik szabad akarat? Ismerem. És el, amúgy egyetértesz vele, vagy mi, mi a hozzáállásod? Hát ö, szerintem azonban ismerem a véleményeteket, egyetértek vele, de nem úgy akarok élni, mintha nem lenne szabad akarat. Úgy akarok élni, hogy van szabad akarat. Sokkal jobb így élni. Igen, hát ez pont olyan, mint Isten, ugye? Tehát, hogy nincs Isten, de úgy nem akarok úgy élni, mintha nem lenne Isten. Tehát ez a mondat, ugye, hogy most behértesíteted volna Isten szabad akarat helyett, akkor ugyanott vagyunk. Hát a balázsnak megint a személyiségvédő. Ö, ő most megint a -e bekapcsol, de az az, hogy így mondtos. akarom, így akarom. Persze. persze. Hát jobb így. Hát te, mi, ti azt, gondol, ti azt, mondjátok, hogy nincs szabad akarat, és úgy akartok élni? Nem, abban nem, bizonyos a szempontból jobb De hát ez ugye a Squid Game is arról, tehát hogy a, Squid Game-ed az arról szól, hogy ezek a szegény emberek nem tehetnek arról, hogy a Squid Game-ből tehát segítsünk rajtuk. Érte? Tehát mm. hogy a bizonyos szempontból jobb, de ugyanakkor, ha elfogadod, hogy nincs szabad akar, akkor nem hibáztathatsz embereket. Például ez, ez egy következmény, aminek van előnye is, meg hátránya is. Na mindegy erről, ezekről beszélgetünk. Hát emberom. meg egy kicsit nekem akkor hogy akkor mindegy, mit csinálok. Így de akkor mindjárt veszek egy Playstation 5-öt, és haza megyek játszani, és De hát nem lesz a mindegy, mert szarul fogod érezni magadat. Aztán hát de nem el... én döntöttem, nincs szabad akaratom, sajnálom. Igen, de mégse csinálod. Hát igen, mert úgy akarok élni, hogy van szabad akaratom. De nem, de csak nem, az... azért. Igen, nem azért nem veszed az a Playstation 5-öt. De magadat. Nincs szabad akaratom, az... de, de szarul érezni magadat. Szerintem. Én szarul érezni magam. Na, viszont Dávid, azt hiszem, mi megtaláltuk az utolsó filozófust, aki szerint van szabad akarat. Nem, valószínűleg nem az utolsó. A utolsó előtti. De Azt úgy... mondta, hogy nagy vita van ebben a kérdésben. Na, de ha egy ilyen okos ember is azt mondja, hogy van szabad akarat, hát egyből lelkes lettem akkor. Boldogan élhetek tovább. De mi úgy döntöttük Balázs, hogy valószínűleg érdekből csinálja, és arra az azt, azt a megoldást tartottuk a legvalószínűbbnek, hogy azért, mert filozófus, és azért kapja a fizetését, hogy legyen mi nagyalni. Ha minden filozófus egyetértene, nincs szabad akarat, akkor ezen nincs vita. És akkor tessék, akkor mehet köz, közmunkára. Na, ennyi? Na. Nem, hát csak nincs szabad akarata, azért csinálja. Ja, igaz, igaz, oké. Okay. Azért mondja. Na figyeljetek, most jön a bulvár részünk, a női standkézi mezek és akkor ez is egy olyan, amit így két, két adásban tárgyalunk ki, mert kicsit elbeszéltünk egymás mellett, tehát Balázs teljesen igazad van, hogy amatőr sportoló vagy, abba öltözöl, amiben akarsz. Tehát ez, ez kétségtelen. Én amatőr szinktáncos vagyok, tök ritkán, táncolok bikiniben, mert abba ezek amiben akarok. De csak az a baj, hogy onnantól kezdve, hogy pénzt kér másoktól, sőt követeli, mert hogy neki fizesse az állama a stadionját, fizesse az állama a edzőtáborát, az edzőjét, mindenét, onnantól kezdve nem szólhat bele, onnantól kezdve a cirkusz része, és a cirkuszi artistát sem Mehet ki mackónadrágba, akkor a női strandkézilabdázó sem mehet ki mackónadrágba, mert nem az számít, hogy ő miben érzi magát jól, meg ő mitől érzi magát egyelőnek, hanem az számít, hogy a néző mit néz meg, hiszen a cirkusz része vagy. Dám De nem énnek. biztos, hogy ő követeli az államtól a pénzt, a norvég strandkézilabdás, nem biztos, hogy követeli akkor a norvég strandkézi Ja Igen, nagyon jó. Feltételezed a dolgokat. Nagyon jó, hogy ezt mondod, csak Lehet, azt hogy látom. Ő tudja, hogy kevesebbet fog keresni, és kész. Azt látom hogy a női futbalisták nem hogy pénzt követelnek, hanem egyenlő pénzt a férfiakkal. Na hát, mert most azért, már láttál egy-két ilyen cikket, lehet, hogy a többség nem így gondolkodik. Dávid, hozzá tudsz ehhez szólni? Csak azt mondom, hogy az, hogy miben öltöznek a női strandkézisek, lehet, hogy ez valamennyire a cirkusz nézői határozzák meg, de hát lehet, hogy változik a véleményük. Vagy hogy ahogy változik az ilyen korszellem, meg az ilyen elvárások, akkor egyre többen azt gondolják, hogy hú, hát ez milyen rossz dolog, hogy itt megköveteljük tőlük azt, hogy bikiniben vannak, és akkor ehhez alkalmazkodik az egész. Igen, de mondjuk abban jutottuk, hogy akkor viszont előutóbb senki nem fogja nézni, hiszen a női sportoló úgy tud sportolni, mint a férfi harmadasztályi sportoló. A sport teljesítményéért miért nézni bárki a bikiniért? inkább nézik. E? Jó, azt már a múltkori adásban részt tárgyaltuk, az... nem venném. Dávidot két behoztam. A, 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 Köszönöm. a helyzet való. Köszönöm. <laughs> És ez egy jó kép, nem? A bikinis női strandkézi labdázók. És akkor én azt hiszem, hogy még Balázsban is egy kicsit felébredt a profit, Tehát, hogy de lehet, hogy lustaság. És már nem számolsz be se OTP, sem MOL, harmadik, negyedéves eredményekről, se nem tudom, milyenekről. Hát még mert... várok, mert még az európai részvények többsége még azért nem jelentett. Tudod, Amerika az mindig siet, ott ilyen jó kapitalizmus, ott már tényleg két hete jelentett minden cég, de, de Európában még, még az én részvényemre még várni kell. Jó, akkor nem biztos, hogy felébredt benne a profi, nem biztos, hogy észrevette, hogy mi a szórakoztatóipárban dolgozzunk, és nem okosnak kell tettetni magunkat azáltal, hogy senkit nem érdeklő számok sorolunk, ha nem jobb tettetni magadat, mint hogy te csinálod, és Így akkor van. biztos több a hallgató. A, ez a te mackóna, drágod, érted? Hogy felsorolod a negyedéves eredményeket, mert hogy az a ronda, de kényelmes. Ne ez a te Na drágod. Na, Ö, és közszolgálatiság. Tessék, mindig belerakok egy közszolgálati egy percet. Én is, mint mondtam, nem bikiniben táncolok. Mindenki, aki eljut arra a szintre, ezek nem ti vagytok, fiúk, bambán, bárpultnál bámulni bármiben lehet úgy aliterálok, mint egy kölcsei. Szóval, hogy nem nektek szól, de ha valaki eljut oda, hogy egy lányal olyan dinamikusan táncol, hogy megizzad, azok ne egy pólóba menjen el, vagy ha egy pólóba megy, akkor tíz szálpólóba menjen el, és 20 percenként cserélje. Én például a három réteg ruhában táncolok, van egy póló rajtam, egy ing, meg egy mellé, és akkor így a szegény lányoknak nem kell az izzadt pólómhoz érniük. Igen, de azért nem kellemetlen érzet, beizzat alsogatjába páncolni? Nem róla szólt. a ipar része vagy apám. Nem, én most mondtam. Ha, ha, most, itt nem róla szólt. Én azt a hittem, rólad. hogy te magadért táncolsz. Igaz, nem igazad. azért, da, igazad, da, jó, oké, okay, már keverem a szerepeket. Már fogalmas is. hogy hol, táncolok és kinek. Én uh, mindig ezért utáltam az egészet. Volt pár gyenge próbálkozásom, de a beízott alsugatját az gyűlölt. Ó, oh, lehet, hogy alsogatja nélkül kéne táncolni. Jézus, úristen, ezért nem vállok felelősséget azért az adásért, meg pláne a Dávid tánc a jövőben. De, majd beszélek a fejeddel, Dávid, jó? Kérdeznek meg a lányokat is szerintem arról, hogy miben, miben táncolj velük. Meg a nő, női strandkézisekkel is mindenki. Zsolt, van erre rajtad alsogatja, amikor táncolsz? Van, Ezt most mondanám. Van, 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 határozottan van. És hány? a felső részedre kell fókuszálni, mert ahhoz érnek hozzá a lányok. Legalábbis én úgy szoktam táncolni, nem tudom, hogy te hogy, vagy Na figyeljetek, ha már strandkézi abnak, menjünk el a fociba. Ez azért érdekes, mert az a cím, hogy Orbán álmai Cézúzza ez a kiózanító lista az Európai Futball és megjelent egy cikk, ahol nem is, egy lista, ahol ugye elég könnyű számszerűsíteni a különböző futballakadémiák teljesítményét. Magyarországról kettő darab akadémia került be az első százba, az MTK és a Honvéd a 91. és a 99. helyre, ugye ez Európáról van szó, miközben felcsút kapja a pénzek 80%-át, és a maradik 20% az megy az összes többi magyar futballakadémiához. Szóval, hogy az történt itt, hogy, és ugye mi alapján számszerűsítik, hogy az akadémiákból hány topligás, játékos... Zsolt, keres. a felcsút az a 20%-át kapja a pénzeknek. Az Nem, számít. a 80%. 2020-ban a legtöbb pénzt a felcsút kapta, az 5 milliárdos keretből 1 milliárdnál is többított egy fél évre, a másik 9 közel 4 milliárd forinton osztozott. Igazad van, Na, akkor én, én rosszul raktam össze a fejemben, akkor, akkor, akkor 20%-át kapja. Mert mi történt itt? Az a helyzet, hogy ez a magyar nepotizmus ez egy olyan területre merészkedett, ahol azonnal az órára kapintanak, mert full meritokrácia van. Tehát a topligákban nem fognak magyar játékos bevenni azért, mert urambátyám világ, nem fognak azért, mert a haverom haverja edzi. Egyszerűen nem működik a nepotizmus egy ilyen meritokratikus területen és... A haverom kiedzi? Ki az a nepotizmus. Haverom haverja. Ezt haverom érezem? haverja, Nem értettem, hogy mondtál. Szóval az történt, hogy olyan helyre ment a nepotizmus, ahol azon az órára kopintanak, mert ugye Gazdaságban ott nem könnyű tetten érni, hogy mekkora baj az, hogy mondjuk hazai kézbe kényszerítjük a kiskereskedelmet, mert látjuk, hogy a nemzeti dohány boltok, azok azon a 20 év, 10 évvel ezelőtti szinten fognak megrekedni, és ott lesznek 20 év múlva is, és abban azokban nem lesz Aldi meg Lidl. De talán ott nem is annyira várjuk a fejlődést. Tehát azért ezt szárpont. a közértre is elmondhattad volna. Azt hitted, hogy, a, hogy egy CB nak nem kell várni. Nem, az, ez tök más. Tehát... Nem, Balázs, nem. Ezt pont erről szoktam beszélni, hogy nem veszed észre. Azt hiszed, hogy azt hiszed, hogy tök más utólag. Előre nem látod. A nemzeti dohánybolt is ki fog derülni, hogy le lehetne tölteni a nem tudom mit már, a nem tudom. A cigit a cigit le lehetne tölteni, és még egészségesebb is lenne. A blokkláncra. A blokkláncra. És azon elszívnád. A szolánádat szívhatnád. Szóval, hogy, hogy tehát, hogy a közértre ugyanezt elmondhattad volna esküszöm. Ja, hát nem mindegy, hol veszem meg a tejet. És aztán most megnézed, hogy mekkora különbség van egy CBA és egy Lil közt, és akkor állsz, hogy ja, nem mindegy, hogy hol veszem meg a tejet. Na, Nepotizmus, nem menjen meritokratikus területekre, sőt, sehova nem menjen, ez az én véleményem. Futbalkadémiákhoz nem értünk, szerintem a Dávid sem, de Dávid szója. De én nagyon értek a futbalkadémiákat. Na, akkor kérlek, fejtsd ki, hogy lehet ez, hogy... Gyerekek, érteni. Ott van a végeredménye. Iszonyatosan sok állami pénz beleölnek, és nulla a végeredménye. Hát, te, hát de a köztes folyamatról akartam beszélni, ja, amiről értem. nem tudunk sajnos. Mi történik ott közben? Én tudom. A tau pénzek mennek a izé a segédedző bmw be meg a stb. Ezt mindenki tudja. Kérdez meg Geri. Geri tudja. A focista srácot tudod a cégben. Igen. Mármint Dávidnak mondom, aki nem a csapatunkban dolgozik. Na, figyelj, jetek. levezethetünk avokádókkal? Igen, igen, igen. Avokádó. Tudná, tudnátok, az avokádó az új arany, az zöld arany. Ez annak az eredménye, hogy Varázsi korosztálya, hogy mindenre avokádót kell. Egyrészt Viszont van egy még egy következménye, hogy innentől kezdve ez már egy olyan arág, mint az arany. Tehát Dél-Afrikában aranyat is bányásznak, meg iszonyatos avokádó ültetvények vannak. Ott már az történik, hogy 7 láb magas kerítés tetején szöges drót, 24 per 7 órában őrök, és ja, elektromos kerítés, a szegény csávó, aki az ültetvény, az, annak a mobiljára rá van az összes mozgásérzékelő kötve, alig tud aludni azt mondja, hogy hát elég drasztikusnak tűnik, de hát az avokádó az új arany. Nyilván kamerák, meg nyomozókutyák, ezek mind részei a most már az avokádó ültetésnek, de nem is az avokádó ültetése. Tehát, hogy me mennyire jön fel ez az iparág. Tehát nem is az ültetés, hanem a lopás. A lopás az már úgy történik, hogy ilyen szervezett pandák bemennek, betörnek egy ilyen helyre, Éjszaka, és ugye órákon keresztül szedik, és azt mondják, hogy egy adag ilyen tolvaj, az egy tonna avokádót is le tud szedni néhány óra alatt, ha nem figyelsz oda. Úgyhogy eszemen dolgok mennek az avokádó piacán a Dél-Afrikában. Mit szóltak ehhez? Ti semmit nem szóltak hozzá? jó, akkor az avokádó ültetőknek azt üzenem, hogy üzemeltessenek bárokat New Yorkban, és akkor sokkal drágában tudják eladni. És egyébként azt mondja egy hozzászóló ehhez a cikkhez, hogy Kingston, Jamaikában 1970-ben minden fa ilyen közös tulajdonnak tűnt. Tehát a, a, a helyiek úgy gondolták, hogy ha valami egy fán nő, ami a földből nő ki, akkor az definíció szerint közösségi tulajdon, úgyhogy ő leszhet belőle bármennyit és megeheti. Mondjuk ők legalább nem egy tonnát szedtek le, azt hiszem. Hát jó, ez a közlegelők tragédiája, hogyha valóban ez lenne a helyzet ma is, hogy minden fán termő cuccot te leszedhetsz, akkor senkinek se lenne érdeke jól átgondoltan fákat ültetni és termeszteni növényeket, mert hát mindenki leszedheti. Szóval az úgy azért nem működik. Hát igen, és ugye azt is megfizetitek ti szegények az avokádó szendvicsben, hogy ez a szegény dél-afrikai csávó az most már elektromos kerítéssel meg, meg hadsereggel védi az avokádó ültetvényét. Meg ellopnak belőle valamennyit. Igen. Azt is meg kell fizetni. Azt az igazs az igazság, hogy én két hete ettem először avokádót életemben, úgyhogy <laughs> még tanulom ezt a piacot. És hogy milyen volt Á, hát, kicsit ilyen semmilyen, ilyen zöld krém. Teljesen Még tanulnod semmilyen. kell, Jézusom. Teljesen semmilyen. Balázs. mondjál valamit. A Kiderül, hogy, hogy, te nem is vagy igazi avokádó. De hát igen, ezt, ja, ezt azt már... Ja, azt hittem, hogy kulinárisan fogod védeni az avokádót. Én egyébként szeretem az avokádót. De mit szeretsz, hát nincs íze. Hogy finom. Van Össze van. kell keverni fokhagymával, egy kis borsot sót hinteni Érte. rá, és ilyen krémszerű cuccot csinálni belőle, ez nagyon finom. Ez a legszebb, amikor... De nagyon finom, vagy egészséges, vagy, vagy miért jó? Nem, nekem nem. ízlik. Hogy tényleg ízlik. Áá. Igen, pirítósra leszem. Próbáljátok ki. Jaj, na jó van, akkor nem, ha nem tudtál eléggé -e fölizgatni titeket az avokádókkal, akkor hétvégén mindenki egyen avokádós, nem tudom mit, reggelit. Na, én Elko bűcsüzöm. A A hallásra. sziasztok! A viszont hallásra, sziasztok! Sziasztok! Ha tetszett a videónk, akkor iratkozz fel a Youtube csatornánkra, ahol hasonló tartalmakkal találkozhatsz. ping <laughs>